Szóval a helyzet az, hogy átigazoltunk a világ legjobb csapatához, a Manchester Cityhez. Kezdtünk egy FA Community Shield győzelemmel a Nottingham Forest ellen. Bocsánat, szóval ő. Ezt követően a Southampton ellen nyitottuk meg az első osztályt. És játszottunk a Burnley ellen egy 6-2-t. És hát elkezdődött a szar lavina, a szar cunami. Játszottunk az Everton ellen egy 2-2-t, a Liverpooltól kikaptunk hihetetlen módon, mondjuk így ki is lehet kapni, hát nem, vezettünk és kikaptunk anyjába. És most jönnek a válogatott meccsek, amiket nyilván le fogunk pörgetni a francba. Tehát lényegében Crystal Palace ellen kezdünk, és ami miatt felszisztentem az imént az az, hogy kezdődik a Bajnokok Ligájának csoportköre. Hoppá! Csak kezdődik a csoportkör, és a Frankfurt, Salzburg, Köbenhamn triója ellen kell majd megmérettetni magunkat. Nagyon-nagyon résen kell lennünk. Hát a helyzet az, hogy villámgyorsan fel kell pörögnünk. Tényleg, ki jelezte? Matesz. Szivac? Még nem láttam, basszus. És jó volt? Vagány? Én még nem láttam. Most viccen kívül. Ki jelezte? De jó. Hát vissza kell néznem. Kíváncsi vagyok baromian. Hát ez kurva nagy. Örülök neki. Közben magyarázok. A semmiről. Hol is tartottunk. Most volt pont. Én meg lemaradtam róla. Á, büdös életbe bele, most mi van? Á, mindegy. Na szóval, hogy ott vagyunk, hogy szimuláljuk le ezeket a válogatott meccseket villámgyorsan, és akkor tisztában látunk. Hát most az edzést amúgy simán skipelhetjük is, mert már 50-es szintűek vagyunk, tehát már hova fejlődjünk. Hát már nem tudunk hova fejlődni. Most az, hogy itt... Á, nem. Nem. Most a lényeg az, hogy úgy kell hozzáállni ehhez a szezonhoz, hogy ez az utolsó lehetőség. Utolsó utáni lehetőség, kérem. Hűha. Menedzser réteg mínusz 15. Jó van, válogatott, az le van tojva. Nem érdekel. Az egy förmedvény sajnos. Valahogy szimuláljuk ezt. Folytalan. Tényleg? Nagyon durva volt? Fél képernyőt betakarta? Betakarta vagy kitakarta? Kitakarta? Betakarta. Hát ne fázzon. Hát jó az. Hát Istenem. És Guardiola a válogatottunknak az edzője, most érzem. Ugye csökkentek a méretén csak. Bocsán, szeretném látni, basszus, hogy... Én nem láttam. Na mindegy, én erről lemaradtam. Állítottam a méret. Ez az, állítottam rajta, most lesz nagyon durva. Super, köszi. Köszi, hogy mondtátok. Hát egyébként ezeket is amúgy simán el lehetne. Jó, mondjuk a befektetéseket azért csak kéne tolni. Hát ezt már csak így a poé kedvér is nyomatni kellene ezerrel, hogy minél több pénzünk legyen. Tehát ennek a szezonnak mindenféleképpen az a célja, hogy bajnoki cím és Bajnokok Ligájának megnyerése. De leginkább a BL. A BL-nél... Hát ez az a csúcs! Tehát nincs miről beszélni, a BL a csúcs, úgyhogy ezt szeretném én mindenféleképpen meglovagolni. Így van. És ez most így elég nehéz lesz szerintem. Baszki. Közben edzeni is kellene? Jaj, ne már!
És hogyan szoktuk beállítani az edzést? Várjál csak. Ja igen, csak a heartbeat. Csak a heartbeat. Mert ugye abból szeretnénk elérni a 75%-ot. Így. Elküldött a válogatottból Rossi? Persze. Tényleg? Jó van. Fuck you, Rossi! Fuck you! Ja igen, válogatottról nem is beszéltünk. Gyerekek! Tegnap. Tegnapi válogatott mérkőzésünkről. Hát mit szóltok hozzá? Hát te figyeljetek már! Hogyan van ez? Mi volt ez a tegnapi meccs? Én nagyon jól éreztem magam. Nagyon jól éreztem magam. Júj, de jó volt. Úristen, de jó volt. Sima volt, senki nem izgult. Ja, csak a szerbek. Igen, 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 igen. Ha örülök, örülök, Etran. Annak még jobban örülnék, ha ez őszinte is lenne. Na szóval, egyébként szerintem egy F5-tel próbálkozzál meg. Igen. Miért mondod, hogy mocskos szervek amúgy Sabinho? Mit csináltak valami olyat? Lemaradtam valamiről? Volt valami? Jobbak voltak a szerbek? Hát... nem tudom, nem hiszem, hogy jobbak voltak. Szervusz nincs. Ha azt akarod, hogy összeakadjon a bajszunk, akkor igen. Akkor nagyon jót írtál. De amúgy várjál már, milyen gószer... ja, igen, igen, olajra tüzet most. Jó, haj, Stinch! Stinch! Hát tessék összeszedni magad! Ezt a párt nem fogja sokáig tűrni! Szóval, hogy... nagyon jók voltunk. Hát... Varga Barnabás! Atya úristen, minthogyha Luis Suárez lett volna ott, baszki! Hát, milyen befejezés, anyám! Akkor az a Pavlovics fejes gyönyörű szöglet volt az a helyzet, hogy a szögleteknél katasztrofálisak voltunk, de hát konkrétan mindegyik szerv úgy nézett ki, mint egy Terminátor. Úgyhogy valahol ez nem is meglepő. Sajnos a védelmünk azért, hú, bazd meg, azért ez egy eléggé parádés volt olykor, így lefele. Azért voltak így nagyon-nagyon meleg helyzetek hátul. Szerintem Nagy Ádám rengeteg jót csinált, de olykor én azt éreztem, hogy hát jó lenne helyett azért valami keményebb, nagyobb gólyszlikkal megáldott védekező középpályásunk. Csúnya ilyet mondani, vagy furcsa hangozhat most, hogy ilyet mondok. Pont egy győztes meccs után, egy ilyen győztes meccs után. De nem is akarom egyébként a győzelmet így elbagatelizálni. Csak... nem tudom, így ezek fontos dolgok, talán azt lehet mondani. És... jött a kettő, a második gólunk. Hát ezt nem hittem el. Ez hihetetlen, szenzációs dolog amúgy ilyen gólokat látni. Élőben. Egyszerűen... aki látta azt a gólt élőbe, hát ez szerintem... és aki... látott már vagy 50 ezer mérkőzést, nem, ő sem hitte el. Ez bizt, ez egy olyan gól volt, és nem gondolom, hogy hazabeszélek, meg elfogultság mondatja velem. Az egy olyan gól volt, hogy egyrészt tényleg maga a minőség az lenyűgöző volt. Lenyűgöző volt. Én nagyon örültem, hogy Sallai rúgta azt a gólt. Sallai egyébként szerintem a meccsembere volt. Nem tudom, hogy ki lehet megválaszol a mérkőzés emberének. Szerintem ő a meccsembere volt. Remélhetőleg ő lett. Ki lett a meccsembere amúgy, tényleg? Nagyon kíváncsi vagyok erre. Rendkívül. A meccsembere, kész. Sallai lett. Aj, de jó. Jaj, de jó. Nagy! Négó lett. Szerintem Sallai. Egyrészt adott egy hatalmas passz Négónak. Másrészt meg egy óriási gólt lőtt, tehát ez egy... az másik dolog meg az, ami miatt nagyon-nagyon... hihetetlen volt látni azt a gólt, hogy ezt mi csináltuk? Hogy mi tudunk ilyet? Hogy bazd meg! Hát ez...
ilyen körülbelül ilyen felsziszenések csak akkor volt velem, hogyha egy ilyen 20 évente születendő labdarúgót láttál játszani, és mutatott egy gyönyörű dolgot messzire és Ronaldóra gondolok mondjuk. De nyilván Sallai nem érhet fel. Nem fel. Nem érhet el arra szintre, ahol Messi és Ronaldo van, mert Sallai a miénk, bazd meg. A mi honfitársunk, és nem Ronaldo, és nem Messi. És gyönyörű volt ezt látni, hogy ennél szebb gólt soha nem láttam még. Szebb és jobb gólt. Soha. Megmozgatott kívül belül. Gyönyörű. Az egy gyönyörűen megmutatta azt is például, hogy most már azért úgy... Na. Nagyon itt vagyunk. Nagyon megjött a csapat. Remélem azért mindenki örül ennek. Nagyon-nagyon remélem, hogy mindenki örül. Azért ez a labdarúgás egy olyan sport szerintem, ami nagyon durván összekovácsolhatja akár a... összekovácsolhat közösségeket, létrehozhat közösségeket, vagy a meglévő közösségeket még jobban összehozza, úgyhogy hatalmas. Ja! Varga nagyon durván ott van a góllövő listán. Azaz, úgy van Balázs. Hát igen, Kalmár nem sokat tett hozzá a mérkőzéshez, nem volt túlságosan szimpatikus Kalmár Zsolt. Nekem személy szerint. Én nagyon jó Kerkeztén nagyon bírtam, már volt neki is hibája azért,
De nem baj, kell az önbizalom ennek a csapatnak még, én úgy vagyok vele, kell az önbizalom, majd meg fog nőni ezeknek a srácoknak a bújszia rendesen. Én úgy vagyok vele, úgy gondolom. Hát remélhetőleg jó lesz mink. Szia Holden, jó estét! Hitting the opposition back, playing the ball forward and regaining possession as quickly as possible. Azt a kurva! Hatalmas problémák lesznek így gyerekek, Jézusom! Úristen! Fú, nagyon furcsa ilyen embereket látni most itt előtte, Úristen! Jézus! Húha! 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 Hát nem tudom, hogy mi lesz most itt. Nagyon remélem, hogy a csapat jó fog játszani. Aztán lehet, hogy most leszünk a legjobbak. Lehet, hogy most leszünk majd a leg... Baszd meg! Szóval lehet, hogy most leszünk a legjobbak, mert béna vagyok. És ebből kifolyólag lehet, hogy többször fogom leadni majd a társaknak a labdát. Erre gondoltam csupán. Te várjál már, a bal felső sarokban mi az az új eredménykijelző? Ezt most rakták be a játékba? Mi a gyász ez? Ez igen? De eddig ez miért nem volt benne? Nem készült el? Csoda. Hát ami eddig volt, az ilyen kamu volt. De kellemetlen. Well, it's always a great thrill to watch Erling Haaland in action. He can be absolutely unstoppable, and we should expect that he'll have a rosszul nyomom a gombokat. Tehát mi ez a nem ilyen precíziós lövést akarok, basszus. Szupra, jó Isten áldjon meg. 2 perc és lövöm le. És mindenki másnak meg menni fog tovább. Hál' az égnek. De örülök neked, Istenem. Hát ez egy gyönyörű labdavesztés. Örülök Hajnalka, de jó. Miért nem adtad le, te bunkó? Ja, jó. Oké. Rendben van, fiúk, rendben van. Mit? Mit látok meg, Patrik? Mit kellett volna észrevennem? Mit kellett volna észrevennem? Patrik! Gyerünk fel! És gólt rúgtam! Megjöttünk! A büdös életben ezt tényleg berúgtam. Úristen! Ez nem létezik. Támadó középpályással? A világ legjobb edzője. Bruno a Cityben van. Igen. Ja, ez a hivatalos Premier League kijelző. Hát furcsa, hogy ez eddig nem volt benne a játékban. Később készült el. Nem komoly gyereknek. Micsoda labda! Hát ez normális ez az ember. De mondja, ez a kijelző, ez katasztrófa. Hát az egyes szám alig látszódik, már ne is haragudjatok meg. Mi ez a kijelző? Ez van a való életben is? Ne vicceljetek már, most ez katasztrófa. Ez a Premier League hosszú évek óta a legrosszabb, messze a legrosszabb kijelző. Egyet értünk? Hát ez multikatasztrófa, te. Ez ultra gagyi. Hát ezt át lett gondolva? Kinek a kie csinálta ezt? A kijelzőt, mert ez... Jaj.
Tévében nagyon jó. Igen? Hát az nagyon jó. És így sikerült berakni a játékba egy utóba. Hát ez... Hűha. Hát én azt gondoltam, hogy Fodenig azért csak elmegy az a labda, de nem. De nem. Mindegy, muszáj volt megpróbálni. 1-0-nál meg kell próbálni ezeket a dolgokat. Nem próbáljuk meg akkor az olyan, hogy... Csúnya dolog. Ricky Pudge! Ricky Pudge! Még mindig a Crystal Palace-t erősíti. Hihetetlen a srác. Szóval legutóbb azt beszéltük, hogy én Haalandot nagyon fogom bírni. Aha! Igen! Fa életbe bele, bazd meg. Abba bele. Hát ez mégis hogyan? Honnan tudja, hogy mit akarok csinálni? Honnan tudja? 100-as dribblinggel. Meg 800 skill moves-szal. Nézd oda. Úristen! Kes! És! Ilyen a világon nincs! Mi ez a gól? Jézus úristen! Mi volt ez a hátrapassz, te? Haaland pedig. Sogy! Okos bólintás. Jézusom! Jézusom! Hűha! Hűha! Elképesztő! Roy. Minden oké, Roy? Hogy beszél Supra, te jó ég? Elképesztő. Nagyon sok víz lefolyt a Dunán, úgy látom, még nem voltam. Elképesztő. Elkanászottál teljesen. Gondolom megviselt az élet. Minden nap defekted volt, vagy mi? Jézus Mária, de agresszív lettél. Kicsit idegbeteg is. Na hát. Minek köszönhető ez a magatartás? Igen! 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 Kiszámítható vagyok, mint a felületi gradiáns. De jó hasonlat volt. Gradiens. Jó, mindegy, hogy jön, leszarom. És gól! Igen, gól. Beéletve azaz. Hová? A bánatba megy a dáridózás, bazd meg. A frászkarika folyik itt. Csodálva határos módon 3-0. De hát ez szerintem óriási etetés a játéktól. Ez biztos. Ez nyakamat rá. A felkelésnél beleértem volna, és les miatt befújja. Igen! Az kellett volna még, igen. Igen, a második gólnál, igen, igen. Van. Na! Skarcok, működünk! Crystal Palace birtokolja a labdát, mi megfocizunk. Ennyi. Vagyis rúgjuk a gólokat. Hát mi ez, ha nem gyönyörű? Esküszöm, olyan érzésem van, mint hogyha másabb lenne a grafika is. Tehát 1000%, hogy ez nem így van. Mert ez nem lehet így. Viszont ez a meccs a lehető legjobban alakul egyelőre. A visszaszokás. Ez egy visszaszoktatós mérkőzés, és hát ez csodálatos. Csodálatos! Well, there's been a lot of speculation as regards this transfer and whether it would go ahead. It's finally been confirmed, Stuart.
Well, what a bargain this is. He'll bring so much quality to this club, and he's a great character as well. Übazd meg, én meg mit csinálok itt? Minden végül is. Ez volt a cél, hogy hozzák már a labdát. Miért oda megy? Ferrandesnek. A vakegérnek. Adli. Ricky Pudge. Á, értelek, Supra. Az jó. Azt a héten semmi nem történt. Hát, apukám, jövő héten nem tudom, hogy dolgozol-e, de én itt leszek. Küldeni fogom neked az energiákat, meglátod. Olyan defektjeid lesznek. And we very much hope you'll join us for more live Premier League action on EA TV. It's Crystal Palace versus Sunderland. De nem lehet ezeket lecserezni, baszki! Hát megszakad az animáció! Akárhogy húzzam azt a szart, nem lehet őket átverni! Na most kacok, egy nagyon roppant szakmai kérdésem lesz. De tényleg, végtelenül nagy szakmai tudást igénylő... kérdés fog igényelni a... I think the referee was spot on there. A free kick in the end after he had attempted. És a válasz fog sok szakmai tudást igényelni. A kérdések a megválaszolása. Tehát a kérdés a következő. Competition módnál ultimate szinten tényleg nem lehet lecselezni az ellenfeleket? Vagy csak ilyen nagyon ilyen bugyult a cseleket lehet csinálni. Vagy nagyon jó kell időzíteni. Vagy van ennek valami technikája? Vagy tényleg extra nehéz őket lecselezni. Tehát sokkal nehezebb őket lecselezni, mint egy játékost, egy húsfér embert. Én nem tudom. Én nem ultimate tímezek. Tehát vagy én vagyok a nagyon-nagyon béna gyerek. Vagy nem. Vagy mindkettő. Bruno Fernandes. Back to Fernandes. Real chance. Holland. Kurva kanon, Zoli. And the attack fizzling out. Well, those stats tell the story. City have been really good today. Their attacking play has been a joy to watch here. Into the final 20 minutes. Foden, Balai, and Gomez, an attack full of promise, cuts it back, and in! Oh yes! Exactly what they were hoping to produce, they delivered the goal! És fügykoncert van! Hát igen, kapják a hazaiak, jogosan. Ezek úgy le vannak focizva, mint az állat. Gyönyörű passz Fodentől. Sergio Gomez. Gyönyörű. Hát ez hihetetlen. Ez hihetetlen. Ja, értem, Stinch. Lehetséges, hogy ez, itt van a lásva a kutya. Aha. Fernandes. De miért Fernandes? Sokat rúg, sok gólt szerez büntetőkből, vagy mi? Aha, oké, Patrick, de a kérdésemre így nem tudom, most így ez válasz is egyben, vagy? Pudge. And Højbjerg with it. Jankovic. Fúj, a Citybe mentél, csalódta. Hát így jártál, szarügy. Ez van.
Jó, hogy nem majd Balla bácsi mindenkinek is megfelel, mint pártvezér. Azt gondolod? Jaj. Nehogy már azért a... Karó mondja meg, hogy hová verjük. Csak a United. Ami? Ez a világ legjobb csapata. De miről beszélsz? Ide jössz? Szitkozódni? Szégyed el magad. Na ez a beszéd! Köszönjük! A City legalább nyer meccset. Szegény NGX, pedig nekem nem ez volt a célom. Szegény. Nem baj, szurkol nyugodtan a Unitednek. De azt viszont tudnod kell, hogyha továbbiabban is itt akarsz lenni a csatornán. Itt, ha itt akarsz ténykedni, akkor tudnod kell azt, hogy hetente égetek el egy United meszt. Csak úgy hobbiból. Mi a bajom a United esekkel? Nem tudom, miről beszélsz. Kikkel? Csak viccelődöm. Viszont én meg nem tudom, hogy ti viccelődtök-e, basszus. Mert ha ezek véresen komoly kérdések, akkor hatalmas gond van. Hát akkor nagyon nem megy át itt a... Látodik, hogy mosolygok amúgy? Ki van kapcsolva a kamera, vagy mi van? Nem értem. Hogy így kéne a sajgnál, hogy... Hogy hogyan? Úristen, milyen foci volt. És igen! És... 6-0! 6-0! Mi folyik itt? Ez, na ez, na ez. Na ez a Manchester City. A világ legjobb csapata. Jaj, Istenem. És köszönöm jól látni, hogy hányan ugranak, csak az a baj. Ezzel viccelődni, az meg nem ritkán lehet. Ha egyszer csak a semmiből mondok egy ilyet, akkor így néhány embernek a az álla leesik az asztalra. Giovanni Reina. And the referee has deemed that an additional 4 minutes are in order. Adli. Unable to keep possession. Balai. Ah, baszki. Miért nem rohantuk le? Gyönyörű. Gyönyörű. Haladjunk, fiúk, haladjunk. Tomori. Balai. Á, Holland nem bírja lefutni, baszki. He's using his strength to good effect. And that is that full time here. Jó mondom. Jó mondom, oké. Okay. Tehát akkor jó, hogy elégetek egy Manchester United mérkőzést. De figyeltek egyébként, én meg akartam venni a Manchester United-et. Tavaly szilveszterig volt a gyűjtés. Körülbelül. Szerveztem egy gyűjtést. Én egymagam. Nem jött össze. Ki volt rakva? Nem jött össze. Szia, Siminyó! Na végre! Na végre! Istenem, de gyönyörű! Gyönyörű! Viszont nekem nagyon figyelni kéne arra, most jut eszembe. Személyiségnél arra, hogy a Mavericknek nem kellene eltűnnie. Hányásra? Ujjjj, ez így nem lesz jó.
Ez a Maverick-től kell. Ez is. Ez is. És kész. Petya beindult? Alatt e színvonalat, hogy a Unitednek és a Realnak nem kellettél, de a Citynek igen. Gondoltam, csak megosztom. Hú, azt a Petya! Ez igen. Apukám, azért ezt nem gondoltam volna rólad. Hogy te tudsz így is viselkedni. Na hát. Na hát. Megmutattad a fogad fehérjét? Csak előjött belőled a vérbeli Manchester United. Fajzat. Hát ez hihetetlen. Jégébú, szégyed magad? Szia kerti törpe. Azt hallottad, hogy valami olaj, tulaj onnan a turbánosoktól meg akarja venni a United 100%-át 8 billióért? Hát vegyék, hát persze, vegyék. Így van, legalább befogják a szájukat majd. Kevesebb ember fog dumálni, hogy jaj, olaj, olajpénz, olajos klub. Én nagyon adnám, hogyha megvásárolnák. Én nem tudom, én nagyon nem szeretem, mikor állandóan mondogatják ezt az olajpénzt, meg mit tudom én miket. Hagyjad már, az meg foci legyen, az kész. Ilyen egyszerű. Legyen jó a mutatott játék. Többi meg le van tojva. Na, ez most egy egészen korrekt csapat. Ja, ez most egy egészen jól néz ki. A Frankfurt ellen így fogunk pályára lépni. Ilyen jó. Közben. Péter, köszönöm szépen neked a szurkolásod. Hálásan köszönöm. Mi van Levente? Igen, így van. Holnap lejár, és hát onnantól kezdve már ugye nem tehetem meg, hogy az EAP Pro-t meghosszabbítsuk, tehát holnaptól már nem lesz FC 24. Így van, Levente, igen. Nagyon ráéreztél a dologra. Hát, hogy átlátott te? Igen. És holnaptól a küszöböt fogom rágni. Küszöbrágós stream lesz. Igen. Itt vagyok. Igen. Így van, igen. Ez lesz Levente innentől kezdve. Úgyhogy holnaptól visszatérnek a küszöbrág. Nem visszatérnek, hanem még ilyen nem volt, úgyhogy újítunk. Ilyen egyszerű. Peti, nagyon szépen köszi a 11. hónapot. Örülök. Köszönöm. Na, Levente. Továbbra is áll az ajánlatom. Ha valamikor ráérsz verekedni, szólj. Kár, hogy nem olyan érzékeny a mikrofon, hogy hallatszódjon azt, hogy hogyan, és miként ropogtatom ki az ujjaimat. És nézek rá szigorú tekintettel, miközben a Bajnokok Ligájára Kibruszát hallgatjuk! Spartacus veszett el benned, komolyan mondom. Atya világ. Csoda magatartás. Hajrá, fiúk! Figyeljetek, ez a Frankfurt, ez egy veszélyes csapat volt, amikor ott voltunk a Bundesligában, még a Leverkusen színeiben, úgyhogy járjunk nyitott szemmel, mint ahogy a Crystal Palace ellen is tettük, az a 6-0 az 6-0, akárhogy nézzük, úgyhogy használjuk ki ezeket mindenféleképpen, mert a csapatunk úgy gondolom, hogy alkalmas erre. Szia, Védán. Baszki. Te büdös barom! Rá lövettem pedig, és nem lőtte rá. Mi nem lőtte rá? Scheisse. Miért nem lőtte rá?
Well, match day one in the UEFA Champions League, always exhilarating. And as we look at the group, Stuart, what might we see in this section? Mennyire kéne kiengedni őket? Annyira durva, hogy ennyire magas letámadást alkalmaz a csapatunk. Hát, ja, hát igen, hangos, persze, hangos. Hát. Szándékosan nem is javítják. Olyan, mint a televízióban a reklám. Jön az az egész. Ussá Johnson, mutasd meg, hát pihentél öregem, hetek óta pihensz, öcsi. Itt a visszapassz, Balabácsi. Balabács. Ha még lehet, hogy ütni fogok egyet valamiben. És úgy ingerlékeny vagyok. Azt érzem, hogy Robko most egyből lángra lobbanok. Valaki egy picit... Rosszul nézám. Én fölrobbanok. Lehet, hogy menstruálok is. Úgy. Well, you never quite know who's going to dominate a game in advance, but I think you can maybe make an argument for this fellow, Stuart. What do you think we'll see from him today? Well, his recent form speaks for itself. Four goals in the last. Hát a Holland az ember futni. Playing with great confidence, there's every chance he'll get another couple today. It's a promising City move. Phil Foden. Foden. And nothing comes of that attack. Az istálóját bele! A büdös ruha, Gyuri! Na úgyhogy tegnapi válogatott meccs után én nagyon büszke voltam. Hú de büszke. De szerintem nagyon sokan így voltunk ezzel. Hú de jó volt. Nagyon rendkívül jó szórakoztam. Rendkívül jó. Nagyon jó meccs volt. És igen, nagyon sok lehetősége volt a szerbeknek, meg volt kettő lesgolyuk, de hát ez a foci része. Mai vonal technológiának, remélem jó szavakat használok. Ennek köszönhetően azért már lehet, jó, most aztán Liverpool Newcastle meccset azt hagyjuk. De rengeteget javult, meg sokkal kevesebb esély van arra, hogy tévedés lesz lesnél. Tehát a videóbírónak köszönhetően azért lehet sokkal érdemesebb les taktikát gyakorolni a csapatoknak. Sokkal kevésbé van Lutri faktor a les taktikába. Az agresszív les taktikába, és hát bizony a mi les taktikánk a tegnap az brillírozott. Bassz meg ez. Palai. Oh, good work to deny the opportunity. Úristen. Nagyon elfogó United szurkolók vagytok. Hatalmas csalódás ez nekem most. Nem gondoltam volna rólatok. Irigyek vagytok szerintem. A Citynek megy, Unitednek meg nem megy. Azt figyeld. Hát ez... Ez az én szögem. Hát de... Hagyjad már ezt a CF karakterre, úgy betekerem, mint a... Nagyon. Ezt tuti. Foden. On to Holland. Istálóját bele, gyerekek, valahogy nyerni kéne. Na, ezt leuraljuk eddig a Frankfurtot szerintem. Védelem is nagyon ügyes. Nagyon jó ez a letámadós taktika. Csak az a baj, mi el fogunk hullani. Hát itt a meccsek. A meccsek első 60 percében, ha nem nyerjük meg a meccset, akkor meg vagyunk ám lőve szerintem. Áj, de... Nem jók ezek a megmozdulásaim, sajnos. Fú, de szarult ez, édes gyermekem. Ezt mégis hogy gondoltad?
Ez ilyen José Mourinho foci, amit taktika, amit a válogatottunk játszik nagyon-nagyon régóta. Itt nem a mutatott játék a lényeg, hanem az eredmény. Az eredmény mindenek előtt. Hát és ott a vezetés, hihetetlen, hú de jó! Hú de jól érzem magam! A életben ez az! Ez az, gyerekek! De szeretem, mikor foci van! Mikor vannak társak! Ez az! Ez az! Vagy jó fogalmaztam amúgy? Előbb, amit mondtam a válogatottunkról, hogy ez José Mourinho-s, meg a többi. Szerintem jól. Még mindig a United a téma. Hát miről lehet annyit beszélni, egy rakásszal? Hihetetlen. Hát még mindig azt lehet látni a chat, hogy UTD, United. Aj, nem, viccelek tényleg. Viccelek. Remélem azért komolyan veszitek ezeket a vicceket. Azt mondja, korrekt vagyok. Igyekszem, igen. Tiózod magad? Tióztad magad, tényleg? Persze. Biztos, hogy nem. Most majdnem miattad elbuktam a labdát. Azt a ilyen csel volt az te. Hú! Hát de te barom perró nem! Én nem vetted le azt a labdát? Hát milyen labdát adtam neki? Hát pöccintettem az ellenfél fölött. Nagy képű. Titani akartam. Kéne még egy gól, mert ez így nagyon nem jó. Legbeteg leszek könnyedén egy gólos vezetésnél. Ez nem jó senkinek. Looking forward to seeing his debut, and hopefully he can hit the ground running. Upamecano. Balai. Holding on to what they have is the priority, apparently. Ha-ha! Foden. And Gomez. A fine use of the ball. Balai. Still ahead by a goal and moving the ball with purpose. Ez az, fiúk, ez az, ez az, ez az. Szomorú látni, hogy a Citynek egy 11-es rugójátékosra van szüksége. Örülök, hogy újra van stream, mosolygós fej. Jaj, de jó, én is nagyon örülök, igen, igen. Nagyon-nagyon hiányoztak már ezek a kritikák. Nagyon örvendek, Jani. Köszönöm szépen neked a támogatást. Én is amúgy elmondhatatlanul örülök, de most viccen kívül. Amúgy meg, hát... Maradjunk annyiba, hogy örülök tényleg. Örülök. Bár nem szerettem volna ennyire érzelgősen venni a figurát, de mindegy, most így sikerült. Most a hangulat ingadozásaim jelenleg itt tartanak. United utáló úgyse voltam még, amúgy még most jut eszembe. Ideje ezt is kipróbálni. Bazd meg! Azt majd ne bazilikáztam. Nem igaz! Ezt nem hiszem el. Ezért futni ennyit, és ez komoly.
and teammates around him. Oh, nice ball. Életem labdája volt. A kompresszorod úgy is jobban szívünk bármelyik csajod. És csak ennyi. Éljen a párt. Örülök, hogy már jobban vagy. Vigyázz magadra, mert nem szeretnék egy másik streamert keresni. Tegnapi magyar meccs után sikerült csúnyán be csillagni. Az igen! Rendben van. Na, de figyelj már, Sirardo. Ha nem haragszol meg. Mi az, hogy éljen a párt? Így a te tolladból talán még soha nem hangzott el. Vagy soha nem... Szóval... Éljen, és köszönöm szépen neked a Mesterhármas, Sirardo. Egy kettős ügynök veszett el benned szerintem. Gyanús, hogy lehet... Változnak az idők? Jó. Jaj, eligazoltunk, hogy B-et nyerjek, hagyjad már! Hát igen, ez a világ legjobb csapata. Világ legjobb csapatában szerződtünk. A világ legjobb csapatában, a Manchester Cityhez. Manchester City, azaz világ legjobb csapata. A kékek. The Blues. Vagy azt a Chelsea-nek szokták mondani? Mindegy, Light Blues! Akkor tök mindegy, most istenem. Manchester kék! Az nem létezik. Támad meg! Well, here we can see it again. He's shown outstanding vision to find the perfect cutback, and then the finish is fairly simple in the end. That's a good goal. Lepörgött előttem az életem. És benne voltatok. Well, a dramatic moment near the end, and that might well be the decider. Bruno Fernandes has it. Chasing this game, Manchester City, with time running out. And pull back. Great drama here. Level once more. Manchester skik. Ez a beszéd. Ez a beszéd. Szóval, Sirardo, nagyon szépen köszi neked a mesterhármas. Örülök. Nagyon hülye jött ki ez a hét. Borzasztóan hülye. Ennél hülyébben nem is jöhetett volna ki ez az elmúlt egy hét. Anyjába, tényleg. A szarházi mindenségit. Ennyi. De mindegy, hát már bepótoljuk a dolgokat úgyis. És hát ezeket már nehéz lesz bepótolni. Nem lehet ezeket bepótolni valójában. Meg hiába mondom azt, hogy bepótoljuk, nem lehet. Mert ahhoz, hogy bepótoljuk, ahhoz nem 8-10 órát kell streamelni, hanem 13-at, 4-et, 5-öt. És akkor talán majd egy hónap után bepótoltunk. Úgyhogy, na. Nincs igaza? Nincs. And Upamecano. Brandt. And it's positive from Manchester City. Is it in the cards for them to score a late winner? Plenty of players waiting in the middle. Must take the lead here. Zero, dear. Well, that should have been the winner. There's so little time left. He can't believe he didn't score there. So deciding to make a personnel change. Napi 24-26 órás streamek. Rendben van. Örülök. Milyen labda az, te barom? Haaland! Ennyit tudsz nyújtani csupán!
Én meg pont rossz helyen állok. Azt meg ezt nem hiszem el. Most egy támadás még pont belefért volna. Ana. And just look at their supporters. Well, it's a very simple finish in the end, but his movement was really good. He just found himself a bit of space in the box when it mattered most. Well, there goes the final whistle, and Manchester City will be wondering where on earth it went wrong for them tonight. A terrible start to their Champions League campaign. Well, that's not the result they were looking for. It makes the next game really important now. They need to respond in that one. Most azt erpézem, hogy sírok. Istenem, bassz. Valamiért most engem ez nagyon megérint. Kurva nagy mellénnyel mondtam itt a magamét. Istenem, és a fagyi visszanyalt. Visszanyalt a fagyi, bazd meg. Visszanyalt a fagyi. Visszanyalt a fagyi. Riporto Charlie! Büdös életbe! Not easy, no party. Istenem. Aj, de jó, örülök. Nagyon örülök. Örülök. Köszönöm szépen, Jani. Igen, igen. Kurva életbe. Jó, mindegy, benne volt ez, de... Nem volt ez benne! Nem volt ez benne, hogyan lett volna benne? Játszunk Kerkez Vilos ex-csapata ellen. Bournemouth ellen. Aztán egy Carabao kupa a Liverpool ellen, aztán egy Arsenal elleni mérkőzés, aztán egy Copenhagen. És azok, ne haragudjatok, nem merem olvasni a csetet, mert ha mégis megtenném és olyat látok, én szerintem infarktus kapnék, most olyan állapotban vagyok. Úgyhogy... És most szerintem sokan arra játszanak direkt, hogy infarktus kapjak. Ebben biztos vagyok. Csücs. Csak azért sem nézem. Na jó, de... Kurva életbe. Ez még fájhat később. Köszönöm, Zsepol, de jó. Köszönöm, igen, tudom, sajnos tudom, igen. Igen. Jó, de most nem lenézve többieket, de csak egy Salzburg meg egy Kopenhága van mellettünk a csoportban. Hát nehogy már. De mondjuk hazai pályán voltunk, úgy de lebőgtünk most, Jézusom. Az Etihadban. Úgy de lebőgtünk. A Sheik az... odáig volt. Azt mondta, hogy még egyet csinálunk, dinamitot dob az öltözőbe. Csoda, hogy nem kerültem ki a keretből. Ahaha, adjad már, világ legjobb csapatában, világ legjobb játékosa játszik. Ez ilyen egyszerű, meg Holland. Jó, hol lesz ez, uraim? Nagyon ellenszenvesek vagytok, ez hihetetlen. Miért tájátok ennyire a Manchester City-t?
Az egy dolog, hogy Manchesterben csak egy csapat van, a Manchester City. De továbbra sem értem, hogy miért utáljátok. Mi ez az utálkodás, gyűlölet? Holland. Holland! Holland! Hát a csatár úr. Holland. Komoly 11-es lőttem. Hát szoktam, igen. Nagyon sok 11-es szoktam lőni, igen. És nagyon jó megy. Igen, szia Rizzo. Na, örülök. Én is örülök. Jól látni a boldogságod. A féket kékre mázolták. Jézus, hogyha úristen. Na jó van, kiszálltam. Nem beszélek ma már többet senkivel. Na most milyen jól néz ki az eredményjelző. Jaj, Hajni néninek láttam az előbb a C meg D vitaminos tipjét. Köszönöm szépen. Köszönöm tényleg. Tehát olyan kemény vagyok én, mint a Vidia. Igen, nem lehet eltenni lábalon. Csak néha eltűnök egy hónap. Ez van. Hát valamikor szanatóriumba is kell venni. De ki ez a kakasfejű gyerek itt mellettem, itt ez a... Ropi Gyuri, ez ki itt? Ez ki a... De mi ez a labdakezelés, Holland? Hát oda... Így fölpöcítem elé a labdát, és akkor így... Csak így oda tudja tenni a... A védő a lábát elé. Hogy telt a hét, sikerült teljesen meggyógyulni. Márgi, miszik taps, miszik Alonso. Nagyon szépen köszönöm, Márka, 14. hónapot, szervusz kérlek. Hát... Igazat megvalva... Meggyógyultam teljesen, de ha... Ha nagyon tiszta, őszinte akarok lenni, akkor meg nem. Nagyon komoly depresszióval küzdök. Hatalmas mentális problémáim vannak. És ezt szeretném leküzdeni rövid időn belül. Mert... Hát nem is az, hogy mert. A mert az nem lényeges, hanem hogy miből alakult, hogyan alakult ki. Abból alakult ez ki, hogy Manchesterbe állítólag nem csak egy csapat van. Abból alakult ez ki. Abból alakult ki a depresszió. Úgyhogy elmi a depressziós vagyok most. Igen, igen. Ebbe vállalom, baszki. Nem áll. Mi folyik itt? Nem csodálom, Citybe játszani igen nyomasztó lehet. Hát igen, nagy a nyomás. Nem bírom el egyenlő. Barátkozom még ezzel a nyomással. Rendkívül nagy a nyomás, ugye. Nagyon sok pénzt keresünk itt. És... Hatalmas céljai vannak a csapatnak. Az egyik nagy célja a csapatnak az, hogy legyőzzük a Bournemouth-t. Well, as you can see, what an excellent back heel this is to set up the goal. While the movement in the box is equal to it, it's such good timing. What a goal. Yeah.
pörgesd föl magad, az bármi van, basz föl egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, hajoljon a lemez, a kompresszorod úgy... Hatalmas gáz van, hatalmas gáz! Hatalmas gáz van! Vezet ellenünk ez a szar csimbóki csapat! Tocska. Alfahím, nagyon szépen köszi neked a hetedik hónapot. Köszi szépen neked. Gyerekek. Hát ez... Nem játszunk jól. Most már nem játszunk jól, de azért hogy beltetett bennünket a játék? Ó, 6-0 Crystal Palace ellen, lefocizunk mindenkit. Aha. Ja, bentmaradás, igen, igen, igen. Igen. Meglátjuk majd. Várjuk még azért egy kicsikét, várjunk még majd. Bele fogok én jönni. Newton. Most ez... Nem értem amúgy Hollandot, bazd meg. Néha olyan kuka, hogy megőrülök tőle. Mi baja van ennek az őrültnek? Jani, köszönöm a támogatásod. Ebből a végén tényleg az lesz, hogy... a bentmaradásért fogunk küzdeni. Isten. Nem hiszem el. Nem, azt tuti nem hagyna a játék, nem? Mennyi Foden, mutasd meg mennyire vagy gyors. Micsoda! Az milyen fejes volt Fodentől, te? Az a kis Ropi Gyuri gyerek, hogyan francba tudta ide így befejelni? Nem hülyeskedj már. 6-0-nál kiszakadt a zsák, és ennyi. Igen, ennyi. Egyelőre ennyi. Igen, igen. Van ezzel valami probléma? Francba. Az engem is érdekelne, Mark. Ez jó. A stylish ball. What can they do now? Fernandes. Hát ezt nem hiszem el. Öregem, hogy Hollanddal szart nem lehet kezdeni most ezzel a meccsen. Mi van ezzel a fickóval? Ah, szerintem sokat idegeskedek. Kicsit változtatni kell a hangatartáson. Nem... basszus, pedig ez nagyon jó szög volt most. Az is stálóját bele. Öregem, nem bírom sosem betenni Hollandnak a labdát. Miért van ez? Hogyan kéne rúgnom szabadrúgásokat? Szerintem ez a szabadrúgás segítő képességet, ezt ki kéne szedni, basszus. Ez nem jó. Ezt alkalmazom azóta túl erősek a szabadrúgásaink. Komolyan. Ne nyúljak annyira alá. Hát, nézzük. Á, nem jó. Többet kell vállalnunk, nem jó. Még futtatjuk Csóri Norvégot, aztán ennyi. De miért aranylabdát mi már nyertünk? Oldan. Nyertünk már aranylabdát? Én nem tudok róla. Hogy ez a Player of the Sea, hát az nem azt jelenti. Tudom. In search of an equalizer. Foden, chance for the leveler.
Well, there was impending danger, but good defending. Mert miért adták ide? Ez pont így. Nagyon nagy! Nagyon nagy! És ott az egy-egy a életbe bele! Ez az! Kisfiam, ez az! Anyám! Ahol megfordult, de hát az player of the season. Az nem aranylabda szerintem. Mi? Mi a? Hát hogy? Nem. Biztos, hogy ez nem jó. Az nem arany. Aranylabda még soha nem volt. Well, that picture says it all. His team are back in the game now. De jó is lenne, Lajos. De jó is lenne. Jói. Jaj, igen, igen. Hogy is hívják? Maria? Maria? Marika. Marika. Marika Guardiola. Marcsika. Szép mennyecske lenne belőle, az biztos. Tudod, néz oda. Én továbbra sértem, hogy Guardiola a francnak játszhatja ezeket a kutyaütőket. Rotál, öreg, rotál. Bruno Fernandes has it. Now there's been so much talk about a potential transfer, but it's potential no more. It's fact. Srácok! Such a good player and he brings so much to this team. This is a really great deal for the club. Szép. Well, something has happened at one of the other venues. Let's get the up-to-date news from Alex. Yes, it was a penalty for Liverpool, and it was a disastrous penalty. It's gone well over. The score remains 1-0 with 58 minutes played. De paszki, hol állt? Ez hihetetlen, mit művel a gyereke. Nem igaz. Mi minden szart rá kell lövetnem vele. Mert lepasszolom neki, és akkor... Mit nyöszörög? Nem tudom, mit kell... szarakodni a labdával. Most itt miért nem húz valami extra dolgot? Just a quick reminder, we'll have action from the Carabao Cup coming up live here on EA TV. It's Manchester City taking on Liverpool. Well, the cup always whets the appetite and that one's no different. It should be a really good game. Les. Na ne. Ne. Jó gyerekek, van még egy 25 perc. Nyugi. Nyugi, meg lesz. Meg kell lennie. Ba. And a fine tackle. Ez hihetetlen, az, hogy a védő tud úgy mozogni, ahogy kell, a csatár meg nem. And news of a goal at Stamford Bridge. Alex Scott has all the information for us. De ez az eredményjelző is ugyanúgy bebagol. Most nézem. Just looking for the right moment for that final pass. And he thwarted the attack with a masterful tackle. Ja, nem jó az eredményjelző. Into the last 20 minutes. De jó. Foden. Oh. Várható voltam, ugye, hogy ez fog történni, ha jön a passz. Az szép, Dora. Szép. Gyönyörű. Így tovább. Kérlek, így tovább. Lefay. Accurate pass upon accurate pass. It's with Williams. Well, timed and challenged magnificently. Szép. Franz. And back with Williams. Gyerünk, srácok, gyerünk. Diaz has it. Meg lehet még nyerni ezt a tetű meccset, hát az meg nem igaz, hogy nem. Azaz! An alert piece of defending. Erling Haaland.
And City on the front foot near the end of this contest. Still level here. Danger still on. Well, they can keep possession now. Well, let's see what they have in store for them on the break. De szar megoldást választottam, öregem. Fű. Hűha. Szép. Ez az. Úton tisztál olyan, mint Kerkez. De ott van a srác. Te normális ez a gyerek? Hát felpofozlak! Te esküszöm részeg! De norvégok azok amúgy iszákos emberek? Olyan szinten nincs összhang, hogy ez őrület. Holland is köztünk. Iszákosak? Hát jó. Ez a rohadtú bosszantó, hogy én hiába kérem el a labdát és próbálkozok lövésekkel, nem működik a lövés. Nem tudok kapura lőni. Tehát iszonyatosan nehéz, mindig csak szögletet tudok kiprovokálni, nagyon nagy valószínűséggel legalábbis. És kis esély van arra, hogy gól lesz belőle. Ha csavarom, hát esetleg külsővel lehetem megpróbálkozni majd a lövéseknél, mert Vázquez... What a big moment in the dying embers. Will it prove decisive here? A news coming through of a goal in the Leeds match. Alex Scott, who has scored it? It's a goal for Arsenal. They've pulled ahead by two. With ilyen nincsen gyerekek, komolyan. Mit művel Holland, bazd meg? Megpofozol már a srácot. Na, durranj már neki, ezt meg hát... Nézd meg. Ez. Szia, Hajduzi. Mi a pálya? Etihadba vagyunk, kérlek. Etihad. Hazai pályán vagyunk most. Manchester City, a világ legjobb csapatával játszunk. Játszom. Ott vagyok. Támadó középpályás. Jó, ez az itt így 10 emberrel. Így van, így van, így van, így van, így van, igen. Igen.
Állandóan bántatok, az az igazság. Állandóan. Nem csoda, hogy lebetegszem. Hétre eltűnök. Muszáj menni kezelésekre, gyerekek. Láthatja most mindenki, hogy viselkedtek. Vigyétek magatokat. Így viselkedni a pártvezére elnök elvtárs úrral. Ez szégyen, gyalázat. Atya világ. Hát komolyan mondom, ha nem lenne bennem tartás, nem lennék kipihent, akkor most az állam az asztalon lenne. De hát van bennem tartás. Ilyen próbálkozások, az meg. Na jó van. So it's important that the midfield players give support to the striker whenever the ball goes wide. They can't allow him to be isolated. Putting them under the cross. Fine tackle there to prevent the chance. Johnson. Lovely tempo to this passing sequence. Balai. Ez is tálóját, az baszki! Majdnem ki tudtam ugratni a kollégát. Te. Well, they love him and he loves them. It's great scenes here. Well, here's another look, and you can see what a good finish this is. He holds off the defender brilliantly. A világ legjobb csapatának most nem jön ki a lépés, ez van. Hát pösz Istenem, ez benne van, sajnos. Ez ilyen. Tudtátok? Na. Na gyerünk, srácok! Hadd szóljon! Sergio Gomez. Upamecano. Balai. City pushing forward with options available. Well, that's how to beat your opponent. And defensive play to be applauded. Scheiße. Hogy koncentráljunk, nehogy már megint kiesünk. Mindig, akár melyik csapatnál voltam eddig ebbe a játékba, mindig az első fordulókba kiestünk. Harmadik meg negyedosztályú csapatok ellen az összes létező kupából Angliában voltunk, ha bárhol máshol, mondjuk egyedül Hollandiába sikerült bejutni a döntőbe és megnyerni az Oranje kupot, cuppot. Morton. Annak nem is lehet, hogy cupa neve, hanem Becker, Oranje Becker. Nem tudom. Ansu Fati. Van-e már csapat, ahova innen eligazolják? Nagyon lehúznak. Világ legjobb csapata, Altat. Zsepo, légy türelemmel, kérlek. Alakulunk. Guardiola mester úr. Most Altat. Valósz. Nem tudni nála, hogy mi van. De valamit mindig forral a torsójában. Ez a jó benne. Valami biztos van a háttérben. Lehet, hogy taktikai okokból ki akarunk esni most a Carabao kupába. Az a Carabao kupának van a legkisebb presztízse itt Angliába. Angliába. Amma mia, mi folyik itt? Megőrülök. Tomorit hogyan fenyegettem meg, hogy ide jöjjön ebbe a kócerájba, a világ legjobb csapatába? Hát ilyen egyszerű, ki is mondtam. Ha valakit a világ legjobb csapata hív, akkor egyből ugranak a játékosok. Ez ilyen? Ez így működik? De hát honnan is tudhatnád? Hát ott van a nevedben, Rossonero. Ja Istenem, miket beszélek én meg? Hova süllyedek le? Hát nézd meg, hogy sértegetek itt.
Sergio Gomez. Csak nyugodtan, fiúk. Mi vagyunk a Tiki-taka királynői, királyai. Jó lesz az. Ezt nem hiszem el. Nem játszunk jól, és akkor ilyen kutyaütő hülye gyerekekkel vagyok a pályán, baszki. Mondom, itt az a cél, hogy kiesünk a Carabao kupából, higgyétek el nekem. De nem mondhatom, ez csak feltételezés, nem mondhatom ki biztosan, mert szerződésemben benne van, hogy nem mondhatom ki. Taktikai utasításokat, taktikával kapcsolatos dolgokat 100 évre titkosítva vannak itt a Manchester City-nél, a világ legjobb csapatánál. Ez ilyen. Ezért is a világ legjobb csapaton? Ilyen megfontolt, okos, ügyes. Ez ilyen. Hát még neki is magyarázom. Upamecano a földön van. Volt. Balai. Phil Foden now. He continues his run. Ezt nem hiszem el, öregem, hogy nem bírok egy normális paszt adni már a kollégának. Aj. Ugye a fáját, nem vagyunk messze. Nem pedig. Gakpo. Could be threatening. De Jong. He's protecting it well. Oh, great defending. Now perhaps they can counter from here. Holland. What a vital intervention. És megint. Ah, Isten, most rálövettem Hollandot, de nem kellett volna. Mert jött föl a kollega, akinek simán lepasszolhatta volna. De mivel rányomtam, hogy lője kapura, ezért rossz lett. Hát, Istenem, szóval. Most ezek után. De ezt én rontottam el, mondjuk szerintem. Ezt láttam kellett volna szerintem. Hogy ott jön a kollega a 8. hullámba. Mindegy. Most minek örülsz ilyenkor, Petya? Inkább szomorúnak kellene lenned. Egyre távolabb kerülsz a Viprangottól. És saját magadnak köszönheted. Saját magad alatt vágod a fát. Azért ezt nem gondoltam volna. Ha nem tudhatod, hogy közel voltál-e vagy sem. Brennan Johnson showing patience, looking for the equalizer. Nem akartam passzolni, hanem kérni akartam a labdát. Supra, vigyázzál magadra, mondom. Este 23 órakor indulsz, azt mondtad. Nagyon vigyáznék én a helyedbe az úton. Nagyon vigyáznék. Nagyon. Háromszor is ellenőrizném, hogy van-e defektes kerekem. Háromszor. Még a pótkereket is ellenőrizném a helyedbe. Háromszor. Szegény Istenem. Nem baj, megérdemled. Brennan Johnson. Féljél csak. Well, that takes the win. Istenem. Jaj. Rettegél, fogcsikorgatva menjél. Saját magadnak köszönheted a sorsod, az a helyzet. Te szereted, ha szadíznak szerintem. Ez tuti. Bazd meg az... Isten olyat, hogy ennek a kurva Ellisonnak nem lehet gólt lőni! Mi most Hollanda jól össze tudtunk játszani. Morton. Now with De Jong.
23 óra, akkor én még hogyan aludnék? Mitől? Max, ha valaki fejbe rúg. Újjúj. A nagy védekezés. Jaj. Well, we have 30 minutes to go. Sergio Gomez. And a friendly reminder that we have more action from the Premier League coming up. It's Liverpool taking on Chelsea. I'm really looking forward to that. Two entertaining teams in what should be a really... Hát ez hihetetlen, te kéz. A City free kick forthcoming. Te tróger! Ki jön le? Bruno Fernandes áll be a végre. Szoboszláj. Upamecano. Bruno Fernandes has it. Now, who can he play it to? Hát de miért oda te barom? Hogy lehet ennyire buta? Mikor ott a lesen lévő meg a nem lesen lévő között 2 méter. És mégis a lesen lévőt válassza. És hát persze, nyilván én vagyok a retardát, hát ki más? Hát az én kezemben van a kontroller végül is, igaz? Frankie de Jong. We'll take it away. He won the ball. Samson. Mi van egy bő 20 perc, meg kell oldani. Meg lehet ezt oldani, simán. Ez az. Liverpool have given it away. A chance to whip it in. Azt a büdös mindenit. That is a very fine challenge in difficult circumstances. Hátul amúgy a védekezésünk, azt láttátok, hogy mi volt? Hát én még a... Hát mindenemet is összeszorítottam, hát ez konkrétan ott, hogy ne sikítsam el magam. Ilyen nincs. És komolyan nekem kell visszamenni védekezni. Azt a pofátlan eget. És ez létezik? Vala, azt tudtad, hogy a sok pihenéssel skill nem jön. Tudtam. Tudtam, köszönöm szépen, tudtam, igen. Nem, hogy jön, megy el! A szanatóriumi keze... ...lések által folyamatosan csak csökken. A tudás. Valóban, ez így van. Ez, ó, hát ez már mióta tapasztalom. És ez évről évre csak... Nem tudja levenni, bazd meg. Nem tudja levenni. Nem tudja levenni az egyszerű labdát, ez hihetetlen. Jani, nagyon szépen köszönöm a támogatásod. Alisson. Ah, hát nyilván oda. Well, that's how to keep the opposition at bay. Balai. Time is against Manchester City, but still they could hit back. Brandt. Now with Fernandes. This could be the equal. Persze már! Persze már! Ellisonnak én még ebben a játékban egyszer nem rúgtam gólt. Ez tényleg. Mondjuk ezt most nem én rúgtam. Így azért nehéz gólt lőni neki. Nem is én rúgom a bűn... A... Egy. Kéz. Nem. Szoboszlai. Now with De Jong. Aj. Gakpo. Gyerünk, srácok, gyerünk! Küzdjünk! Persze! Well, nearing the end, it's not happening for City at the moment in terms of the scoreline. Can they change that?
Well, their attacking play has been too slow, it's lacked penetration, and at times it's looked void of ideas. Can that change in the final few minutes here? It only needs one moment. A good and fair challenge. Istenem! Ilyen nincs. Teljesen kétségbe vagyok esve. And 3 minutes of stoppage time, that's what the officials have said. Balai. Manchester City have work to do, but is it going to happen for them? Aj, te vakegér, blusta tohonya disznó! Kurva Brandt. Utáltam már akkor is, mielőtt idejöttem. It's full time. Kikaptunk, de ez egy taktikai kiesés volt a Carabao kupában. Elengedtük ezt a meccset. Kicsit ez egy edzőmeccs volt. Tét nélküli edzőmeccs. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. Nem kezd túl gondolni, már pedzegettem. Pedzegettem meccs alatt is, hogy mi van. De ilyenkor miért jön ide vigyorogva rohadék? Miért? E bunkó. Hihetetlen amúgy, hihetetlen, nem megy a játék, és hát hihetetlen is, meg nem is amúgy, mert miért lenne ez hihetetlen? Ennyi kihagyás után mit várunk? Ja, és akkor itt most mindenki... Mindenki rosszul van. Istenem. Orash! Nagyon szépen köszönöm neked az 50. hónapot. Az 50. hónapot! Azt. Lehet hát amúgy. Hogyne. Dob ki a Gangest. És életbe bele. Hát nagyon sajnálom ezt. Na gyerünk! Majd most fogunk nyerni! Szomorú, hát szomorú bizony! Milyen hülyeség ez! London is kék meg! Manchester is. Szégyeljétek magatokat. Fúj, Sarzi, fúj! Na, befejeztem már. Tisztára fellocsolták a talajt, most nézem. Hát így nehéz ezt szám focizni. It's Arsenal facing Manchester City. Well, thanks, Derek. The best coach I played under would always tell us before kickoff, earn the right to play. If you can win your individual battles, outrun your opponent, eventually you'll get the space to show your ability. I'm sure that's being echoed hát by most the coaches azért valamit today. Megfejelnék megint. Figyeltek az Arzenába? Kik ezek a játékosok? Ez valami rossz vicc, ez a nyolcadik csapat, akik pályára léptek most így ellenünk, vagy ez mi? Hát jó napot kívánok! Reynolds. Bowie. Well, not many would debate the point that Erling Haaland is a joy to watch whenever he's out there on the pitch. But what should we expect from him today, Stuart? Well, Derek, he's the perfect finisher. He's got a great shot in him. His movement is excellent. And in 1v1 situations, you always expect him to score. What a commitment to defending! Miért kerülnék ki a kezdőből? Húzó embere vagyok a csapatnak! A fölfele húzó ember, nem a lefele. Fölfele.
Sajnos a Pep lányával folytatott viszony valahogy kiszivárgott, ezért az otthoni helyzet kicsit feszülté vált. Itt most hősünk kisebb hullam. Igen. Valóban egy kicsit stresszesé váltunk, de ez teljesen normális. A legjobb háztartásban is előfordulnak a problémák, a tárnyérdobálások. Nincs ezzel gond. Az élet belejárói, a házas élet vele. Hát, igen, olyasmi. Ott van! Igen! 1-0. Hogyan lett volna les? Dehogy volt les. Van egy kis naív. Olajpénz mindent megold. Ezért is a világ legjobb csapata szerezte meg a vezetést. On they go again, and Arsenal know they need to wipe out that last goal. Edwards. Christian Medina. Megbukott a Mini Pep projekt, aztán nincs pénz. Mini Pep projekt, Jézusom. Jajjaj. Riporto Charlie! Erling Haaland. Az a baj, hogy bármelyik csapatba mész, azt leépíted. ez durva volt. Azt a rohadt életbe. Micsoda, Jani, te ilyet? Hát ez... Na ez még tőled is. Na ez nagyon durva volt. Juhú. Azt a... Lehet nem is én voltam pihenőn egy hétig, hanem ti. Most kezdem átlátni most már a dolgokat. Most van az, hogy kezdem átlátni. Azt a... Hihetetlen. Mindent sokkal tisztábban, egyértelműbben látok. Mindent. A Spurs bíró szerint ez 110%, hogy les volt. Ajjaj. Igen. Martinelli. Christian Medina. Marcus Edwards. Can they find a gap in the defense? Azaz. Elég hajmeresztő, amit csinálunk hátul, nem? Ujj, a gyereket rendesen elkaptuk. Jó kis... Vizes labdával, hogy csattahatott az öregem. Hát ez hogy fájhat? Mik azok a szarzimes számok? Hát lottó. Ötös lottó nyerő számai, nem tudtad? Goal again, and it's a really nice ball to put in through. The vision to set up the chance is outstanding, while the movement in the box is equal to it. It's such good timing, and what a goal. Well, he knows this is going to be a tough game now. He's got to get his side playing again here. Back underway, stand me somewhere. Level pegging, one goal apiece in this game. Te persze! Nyilván, persze. Hát ez... Kedvenc. Balai. Martinez. Bruno Fernandes has it. Oh, that's a fine looking pass. Jaj, te! Well, goal kick, just as it was looking promising. Kár, hogy nem így rúgtam gólt. Ez is taktikai vereség lesz. Nem, ezt megnyerjük! Jani, ne aggódj! Köszönöm szépen a támogatásod!
Megnyerjük simán. Nem, csak egyelőre altatunk, elaltatjuk az ellenfelet. Szurkolókkal együtt. Ellenszurkolókkal, mindenkivel együtt. How can he take them on and beat them? But quick thinking defensively. Hát, hogy csinálját terül meg, hogy bazd meg. And back to Aaron Ramsdale. And a good challenge to bring that attack to an end. Brennan Johnson. On to Haaland. Showing real patience, can they forge ahead? And teammates to play it to. Haaland. Bruno Fernandes has it. Back to Haaland. Must take the lead here. Jó, ez az, nem baj, nem baj. Nem baj, szépen passzolgattunk egy kicsit. Csak ki kellett volna ugratni engem itt, baszki? Hogyan tudnék gólt lőni olyan? Az a baj, hogy ezzel a játékossal, tehát így, hogy nem CF a pozíciónk, nagyon-nagyon nehéz. Egyszerűen máshogy lövi a kapura labdát, bazzak. Ugyanazokkal a képességekkel. Máshogy lövi ez a rohadt Roger. Olyan szinten vannak itt rejtett statisztikák, meg mutatói a játékosnak, hogy őrület. És nem tudom, hogy mi befolyásolja ezt a szerepkörök, a posztok. Basz. Mind a kettő. Hát ez kurva életbe! Most miért nem ment a passz? Hát furcsa, 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 furcsa. Aziz. Ajjajjajjajjajj. Cristian Medina. Oh, it was a crucial challenge. Now let us point you in the direction of Champions League group stage action coming up live here on EA TV. It's Arsenal against Atletico. I like the look of that game. The atmosphere is always good inside that stadium and two very good teams. That is how to keep it out of the net. Substitution time it is here. Baszki. Pedig hogy tettük vissza Haalandnak azt a labdát? Meglepődtem. Statisztikát lehet-e nézni, hogy hány gólpasszom van és gólom? Lehet. Miért? Amúgy meg nem mindegy. A világ legjobbja vagyok, bazd meg. De szarlövés volt. Jó, hogy nem a saját kapummal szembeállok, aztán úgy akarok kapura lőni egy labdát. Tehát hogy a francba? Borzasztó helyezkedés volt. Borzasztó. Az gyönyörű. Mi? Na ne. Öröm Isten. Nem vagyok megelégedve Haalanddal. Nem vagyok megelégedve, az a helyzet. Medina. Sasha Boy. Pedig ezt a meccset nyerni kéne valahogy. És benne van ebben a meccsben a második gólunk. Én nagyon azt érzem. Stabil a védekezésünk. Tök jól nézünk ki hátul. Jó, mondjuk amikor így letámadnak, akkor persze nyilván. Add már ide te. Bruno Fernandes has it. Haaland. Stopped a surefire goal.
Bazd meg! Well, as you can see, City have dominated the last 15 minutes, and they're playing really well and creating chances. It's surely only a matter of time before they take the lead here. Now, can they win back possession and create something else? Aye, aye. Martinelli. Szépen széthúzták a védelmet. Én meg ebbe parten is voltam. Istálóját bele. Most megijedtem. 8-as messzám? Új, Ødegaard, most áll be! Nekem ez gyanús. Fáradt az Arsenal legjobb kezdő 11-e szerintem. És ezt ki kellene használnunk. Tomori. Balai. And a change to the score line at Goodison Park. Arsenal is többet kockázhat most már. És ráfejeli, bozd meg! Egy 100-as kapura lövéssel rendelkező csatár! Ráfejeli! 200-at tud lőni kapura, bozd meg, ezt ráfejeli! Superb defending, massive credit. Christian Medina. Still level here, but the pressure escalating. And just like that, they don't have the ball anymore. And the counter attack is on, options available. Bruno Fernandes has it. Haaland. Return to Brandt. Haaland. And up for grabs off the keeper. Oh, this is like a semi-semi. And held by the keeper at the second time of asking. Yeah, gyerekek, most ez... Pulled off a great first save there. Igen, now igen, they igen. Can all calm down. Oh. Foden. On to Haaland. An alert piece of defending. And that is offside. And it is substitution time at mi volt ott les? Not just from one side, but from both. Nagyon közel vagyok az idegbajhoz. Iszonyatosan közel vagyok az idegbajhoz. Hogy a jó kurványát. Manchester City still on the attack. Te idióta! Hát miért nem futsz már be? Well, there's an example of how to press high up. Oh, could be an opportunity here. And disappointingly, not even close to hitting the target there. He's looking to open up his body, guiding into the corner, but he's got it all wrong. It's a poor attempt in the end. A legjobb játékos vagyok. A legjobb. A legjobb. Jani, miről beszélsz? Jézusom. Hát hihetetlen. Ó, hatalmas. Hatalmas kacsa hírek ezek. Jani, köszönöm a támogatásod. A fordított pszichológia az nem ismer határokat. Reynolds. Now with Edwards. Well, not quite what he wanted to do with the pass. Well, they might be able to launch a counter attack. And it's positive from Manchester City. Is it in the cards for them to score a late winner? And making sure nothing. Hogy a kurva anyád vagy nem les? Kéz. And the electronic board delivers the news. 2 minutes of stoppage time. Must take the lead here. What a vital intervention. Pörgess föl magad, az bármi van, passz fel egy napszemüveget, rúgj ki a gázt padlóig, rúgj ki a kurva anyád, ha jön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Tiszteletem, csodálatos 47. hónap, okóku kisebb, mint 3 kisebb. Hát de mi az, hogy nem fújja le azt a tetű kurva meccset? Megvárja, hogy megverjenek bennünket. Úristen. Ez nagyon, na ez volt a bunda. Ez volt a bunda.
ez volt a bunda. Milyen mekkora gól meg gól? És kaszok, nem tűnt még fel, hogy mi a kékekkel vagyunk? A piros az ellenfél. Annak nem kell örülni. Világos kékekkel vagyunk. Manchesterben csak egy csapat van. Világos kékeknek hívják. Manchester City. A világ legjobb csapata. Az ellenzék tombol. De jó. De jó. Istenem. Nem igaz. Jani, köszönöm szépen. Gyerekek, nem. De adtunk egy gólpaszt. És mi van? Hát most mi kell még? Hát olyan labdákat adtunk, hogy őrület. Szeme volt az összes labdánknak, baszki. Szeme volt. Hihetetlen. Dániel, neked nagyon szépen köszönöm a 47. hónapot. Szervusz. Hálásan köszönöm neked. 9 kapura lövésünk volt. Baszki, nagyon nem... Az utolsó passzok nem jók. Ja, utolsó passzok nem jók. Egyszerűen. Defeat in the derby! Jajjajjaj. Majdnem szétroppant. Szerintetek össze lehetne roppantani egy kontrollert? Így. Most kicsit közel álltam hozzá, úgy érzem. Próbált ki, próbáltam már. És ment, Balázs? Igen. Krisz, neked sikerült? Össze, tapasztalat. Menj már, most komolyan! Összeroppantottál egy kontrollert. Hú, mekkora idegbeteg vagy átran, azta. Hihetetlen. Persze. Így, és emellem képzelni azt, hogy a szemeid majdnem kiestek az asztalra, mint a mopszak. És és recseget ropogott a kezeid alatt. Jaj, de szép lett az. Dugi videó nincs erről az incidensről. Néznék egyet. Hát ez amúgy gyönyörű. Figyeljetek, hogyha nem verjük meg a Kopenhágát itt most, Kopenhágában, akkor hatalmas gáz van. Legjobb kezdő 11-ünk lép pályára, hát nagyjából legjobbja. Ravasz körül a leggyengébb a műanyag. Mi? Hogy? Nem. Ott? Mitől? Hát maga a gomb. Hát ott biztos, hogy nem. Ez igen, ez gyenge. BL csoport és nulla pont. Igen. Igen, így van. Igen. Visszatértél NGX? Komolyan? Na, hajrá Manchester City, nem? Világ legjobb csapatának szurkolsz most már te is, ugye? Ugye? United a múlt. Csatlakozz te is. Nana, hát mi na? Ezt én fogom majd neked mondani, hogy nana. Szédelgek tőled. Jó van, uras, menjél. Most nem kell tetézni itt az amúgy is hatalmas nagy problémákat. Nem kell tetézni. Ezeket már nem lehetne hova. Micsoda mez. Jó lesz ki. Olajos mez. Hollandnak... Tömöm labdákkal Hollandot, rúghattam vele egy gólt az előző meccsen is. Igen. Na látod, Jani? Most fesztetted el a szava hihetőségedet.
Ennyi volt, kész. Most kibújt a szög a zsákból. Elárultad magad. Végig szúnyókáltad az előző meccset is. Is. Ez egyértelmű. Well, Derek, this will be tense. Both teams know that a loss here and they'll be in terrible trouble. Let's hope it's not a cagey affair and we see some good football. Milyen élesen játszik a csapatunk egyelőre. 60 percig. Úgyhogy mondom, itt az első 60 perc, ha nem gurítunk kettő gólt, nagyon nagy bajba kerülünk. Újjaj. Várom a hozzászólásokat. Nyugodtan le. Itt van. Csupasz hátam itt van. Gyerünk, tessék ostorozni. Gyerünk. Gyerünk. Most nem mi vagyunk a kékek. Piros kékek. Igen, most. Vagyis, hogy igen, most ilyen, hát ilyen kékes kék vagyunk. Néha beálmosodok. Hát nem csodálom, rosszul játszanak a csapattársak. Igen, igen. Jani, sajnálom. 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 Köszönöm szépen neked a támogatást. Igyekszünk egyébként, igyekszünk összekapni magunkat. Én rajta vagyok, én mindent beladok, én vagyok a csapat legjobbja, húzza embere. Tehát azért szarból nagyon nehéz várat építeni. Most a világ legjobb csapata, hát Slamasszikában van, édes Istenem, ez előfordul. He's going forward well here. Foden. On to Fernandes. How can they open up the defense here? Most nézd meg! Hollandot oda megyek és lerúgom, bazd meg! Lerúglak! Hogy ne te ekkora bújdős bunkó valaki? And a throw coming up after that authoritative... Viselkedjé már, kollega, viselkedjé! Egész meccsen kergetni fogom, komolyan mondom. Csak az a baj, nem lehet a büdös. Armstrong. Jézusom. Én jobban elhiszed, hogy a világ legjobb játékosa, ha sokszor elmondod. Nem, ez nem így van. Emlékeztetni szeretnék mindenkit erre, a nagyszerű tényre. Ez ilyen egyszerű. Ez csak és kizárólag erről szól. Az is ráfejeli, hogy lett ekkor... Hol? Ennyi. Megy a korolt figura. Nincs les. Nincs les. Nincs les. Itt megint történelmet írunk. Fogadás nélkül is már ellenem vagytok. Ez gyönyörű. Nem is egy ember van ellenem, baszki, az a dugva. Hihetetlen. Ez hihetetlen. Végtelenül elszámoltatást igénylő megmozdulások ezek. De nem féljetek, majd eljön az idő, ideje annak is, hogy elő lesztek véve rendesen. Röpködni fognak itt mindenki ez a fekete volgák, akkor meg majd, jaj, hát én nem tudtam. Hát akkor már késő lesz. Tessék most nagyon kapaszkodni, meg vigyázni. Ha már ott a fekete volga, ha már látjátok a fekete volgát, az már rég rossz. Az már nagyon-nagyon rossz. Oh, az már azt jelenti, nincs visszaút. Dennis Vavro. Úgyhogy 1-1, 22. perc, van még vissza egy, hát egy szűkös 70 perc, talán, valamit ebből még ki lehet hozni. Ups. Brennan Johnson. Martinez. Now a potentially dangerous position for City.
And there it breaks down, but kinek adjam azt a szart? His determination, mindegy. There for all to see. Igen. Ez ilyen nagyon ilyen... Fú, nagyon gyönge passz volt ez. Így meg aztán pláne gyönge passz. Hazd meg. Hihetetlen. Hiába lövöm rá, Zsoli. Nem érek vele szart se. Vagy blokk, vagy védi a kapus. Pamekánul. So the action continues, and City looking to offer a swift response to that setback. Piaszar! Lassan fekszek, mert rossz nézni ezt a forma hanyatlást. Well, that's how to end. Nem tudom, miről beszélsz. But a good piece of tidying up. Really doing a fine job of protecting the ball. Dennis Vavro. Hát ez hihetetlen. Ez hihetetlen. Armstrong. Jani, köszönöm szépen a támogatást. Mindent beladunk. Nem megy. Kész, nem megy. Aklimatizálódni kell még. And nicely over the top. This could be the equalizer. Me. Me. This is. Ha lövöm az, ha nyomom, hogy lője rá, az a baj, ha nem nyomom, az a baj. Úristen, mi volt ez? Tuti, valaki már bealudt, úgyhogy most, és most fölébredt, úgyhogy most muszáj megmutatnom, hogy mi történt. Na tehát, aki most ébredt föl a szúnyókából. Haaland megkapja a labdát. Tehát még egyszer, bocsánat, még egyszer. Így hatásosabb lesz. Tehát Haaland megkapja a labdát. Megkapja a labdát. Haaland megkapja a labdát. Innen is. Ez nem csalás, nincs itt bűvésztrükk. Megkapja a labdát. Ez elképesztő. Komolyan? Hát, erre mit lehet mondani? És ilyenkor így... Mi van? Tehát most... Hogy akarunk mi nyerni, de most viccen kívül? Fú, ez elképesztő. Elképesztő. Johnson. Back to Haaland. Jó, oké, okay. Hát persze. Az szép volt. Lund. He has teammates around him. Peter Crouch. Úristen. Azok a pipaszár lábok. Még mai napig itt vannak előtte. Hát ez.
Well, here's the replay. Watch how he goes past his man with such ease, and it's just a change of pace. But when he shoots, I expected him to go across the goalkeeper. He should never beat the goalkeeper inside that near post. That's not good keeping. Well, it's back to the drawing board, I'm afraid. Pep Guardiola's team have been really poor today. Pep Guardiola, his team really good, really bad today. Én meg a postás vagyok, bazd meg. És kacok, én álmodok? Mi folyik itt? Jön a papírforma. Jön, hát, jön, igen. Első félidőt az ellenfél nyeri, másodikat meg mi. Ez így van. Erre akartál gondolni, Jani? Akkor igen, valóban így van. Köszönöm szépen neked. Igen, így van. Ha életben ez a Kopenhága, amúgy előbb mi már játszottunk valami másik csapattal? Ja, itt, hogy mintha játszottunk volna, nem? Hát legalább egy szaros döntetlen kéne nekünk, mert hatalmas bajba kerülünk. Well, that's how to keep the opposition at bay. Well, the referee not too happy with the challenge and blows for a free kick. Kér cserét, hát ha csoda történik a fék nélkül. Nem. Nem. Jézus Atya Úristen. Nem. Nem. Megbuktatjuk a Cityt. Tönkre tesszük. Hát nem ezt akarjátok sokan. Well, just to point you in the right direction, we have more live action from the Premier League coming up here on EA TV. It's Manchester City taking on Newcastle United. Just the challenge that was required. Good run, very much in control of the situation. Foden. Well, unable to hold his run, and that's offside. Ha melefogott az a rohadt tető kurva védő. Azért. Ha melefogott. Na most árultad el magad, ahová négy csapatban azt tudja akarod. Ez csak egy fikció volt. Ja Istenem, hát a tekintetem az... Nem árulta el, nem volt elég világos. Ugyan. Ez csak egy kis játék a gondolattal. Persze, jaj, te! Hagyjuk már. Ott a szófa van kibontakozóban. Oh, great vision. Well, you've got to give him credit for that piece of defending. Jó, én se játszom olyan hű, de... Mi volt ez, Görgöm? Úristen! Hát ez... Ez mi volt? Hát ez nem létezik. A gyerek, hogy pofára esett a Foden? Figyeld! Hát ez... Hú-hú! Oda néz! Hoppá! De szép! Istenem! Jaj, az élet szép! Lund. Or the pass not coming close to hitting the target. They will now make use of the nincs erőllét, felrúgta saját magát. Így van. Ba
Salah. Baski. Perfect tackle. Riporto Charlie. Now options are plenty. Büdös életbe. Balak, nem fogod fordítva a kontrollert. Holland. Foden. Well, that's a fine looking pass. Tremendously strong in the tackle. Chris, köszönöm szépen a támogatásod. Well, breaking at pace is always a possibility. És a dippet. And just like that, the counter attack comes to an end. Hát nem fogom fordítva. Well, we have 20 minutes left in this game. Bár néha olyan érzésem van. Well, they stopped them in their tracks. Sergio Gomez. Foden. Well, relying on the passing game in a bit to get themselves back into it. Manchester City have it back now. Oh, that's a super piece of defending. Dennis Vavro. 15 minutes left for play. Oh, potential danger. Dangerous looking attack. Just cutting off the supply. Balai. Moving forward effectively. That's a good pass. Oh, magnificent save! Well, he's just pulled off a great save there. Öregem, és Holland nem bír a berúgni, gyerekek. Ez hogyan történhet meg? De miért kell neki egyáltalán mondani, hogy lőjen rá, baszki? Én azt sem értem már, hogy önmagában. Riporto Charlie! Így a jó. A kínai csapatok már dörzsölik a tenyerüket. Jaj, de jó. Fuck you, punyab. Vagy mely zsuhakka. Aztán. Jó mondom? Jó. Talán jó mondom. Dörzsölhetik csak. Köszi, Jani. Seggbe rúgták Arnaut. Ez mióta lehet? Támad már! De ez mi volt? Bakker, ez nagyon durva. Hát nem lehet nyerni. Hát nem lehet nyerni, gyerekek, a játékba. Hát, komolyan. If there were any lingering doubts about the outcome, surely they now have been removed. És akkor 6-0-ra nyertünk az első meccsen. Hogy? Ilyen nincs. Balak, lassan ebből kézilabda eredmény lesz. Hagyjad már! Dehogy is! Ugyan! Dehogy is! És kicsit hergeljük a szurkolókat, a pontosabban az ellenszurkolókat leginkább. Na, és nyilván kéz, de hát tőlem. Nem! Na basz meg. Ezt most ráverem. Labdát a kapura. Krisz, köszönöm szépen neked a támogatást. Az meg. Nem igaz. Még szabadrugásból se tudok gólt lőni. Istálóját bele! Csak az a baj, hogy gólt lövök szabadrugásból, akkor meg mindenki azt mondja, hogy jó, lecsúszott, úgy könnyű. Úgyhogy fuck you szabadrugás. Szabadrugásból nem illik. Jó, hát persze, ne fogja. Mi van? 4-1 vagy 4-2 kurva mindegy.
Szétaláz a játék, szétaláz. Földbe döngöl, ez egészen biztos. Tehát azért ennyire nem létezhet, hogy elszoktam a FIFA-tól. Baszki. Ez hihetetlen. Érzem, hogy nem vagyok jó. Nem is az, hogy nem vagyok jó, de én pont ez az, hogy nem is tudom felbecsülni. Köszönöm, ellen megyünk. Ebből még bajnoki cím se lesz szám, jó napot. Hát 11. helyen vagyunk. Jó, mondjuk nagyon szoros a bajnokság. Egy meccse kevesebbet játszottunk, most meg úgy elverjük a Newcastle-t, mint a üdös élet. Ez tuti. Fix info. Nagyon kellemetlen lehet. Hát az, Etran, az. Az, így van. 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 Az. Váltsunk taktikát. Na. Mi legyen akkor taktika? Kellemetlen lenni. Hát az. Igen. Igen, köszi, Jani. Így van. Igen, de élvezem. Nagyon jó. Szeretem, mikor szadíznak. Nagyon jó dolog. Az legyen a taktika innentől kezdve, hogy nyerjünk. Hát ez túl egyszerű lenne. Az olyan stansz. Rámas. Győzni. Valami más. Minden meccs előtt úgy állok hozzá, hogy nyerünk. Álljak hozzá úgy, hogy Istennek kikapunk. Jó van, menjünk kikapni a Newcastle ellen. Húha! Le kell alázni őket. El kell őket taposni konkrétan. De kikapunk, tehát kikapni jöttünk. Most az Etihadba, úgyhogy esélyünk sincs. Newcastle nagyon jó, világ legjobb csapata. Nem lehet itt nyerni. Hitting the opposition back, playing the ball forward and regaining possession as quickly as possible. Hopefully we get a really good game here. And here's the Manchester City lineup. Ott az ígyszer már. Csoda, hogy nem adták oda. Vegyük már el azt a tetsző szarlabdát, mert megint az első percben gólt kapunk. Jó. Poor touch and unable to keep it in play. Throw in to come. So they starting 11 for Newcastle United. Well, it's great to see both teams using wingers. Now just a case of which team uses them best and which pair get the better crosses into the box. It should be a good watch. And nicely over the top. Rendben van. Nem probléma. El lehet intézni. Köszi, Jani. City recovering possession well. Foden. Routine. On to Haaland. Very effective passing. Azt mégis ki az anyádnak akartad visszaadni, bazd meg? Hogy lett ekkora retardát valaki? Nem látja, hogy ott a játékos, az ellenfél? Nem, bazd meg. És miért nem látja? Nem tudni. Na jó.
Well, what can they do to stop him running at them? But nothing comes of it. Bruno Fernandes. Splendid tackle and a throw in coming up. Köszántjuk a pályán, baszki. Moretti. Here's Rafinha. Jesus Ferreira. Went in strongly, decisively. And news coming through from Elland Road. A goal has been scored there. Alex Scott. It's a goal for Leeds. The ball was pulled back from the goal line. He got over it well and was able to keep his shot down. It was a great goal. The score's level again now at 1-1 with 19 minutes played. Alex keeping us right up to date. Really fine piece of defending play to break it up. Így, hogy túléltük az első 10 percet, így azért picit könnyebb lesz talán. Ezt szaladunk az eredmény után. Alexis McAllister. And quick thinking defensively. Brennan Johnson. Ez meg. The Magpies looking creative. Oh, this is looking promising. He'll be breathing a sigh of relief. Ball one. Huh? And Alex Scott is in position, ready to tell us about a breaking development at Molineux. Yeah, it's a goal for Wolves. It was an early cross into the box, and it was a great-headed finish. It's now 1-0 with 26 minutes played. Thanks as always, Alex. Hát Tomori, bazd meg, ezért kellett. Possession lost by the Magpies. He's very adept at protecting the ball. Has someone to play it to. Electing to cross into the center. Plattered away. Trying to open up the defense. And what's he got to do, Sergio Gomez? On to Fernandes. How about the cross? And a fine stop. Aj, de gyenge. Quite a while now, but these fans have suddenly come to life. Over it comes. No trouble at all as far as the keeper was. Borzasztó, hogy nem én lövöm a szögleteket, az anyja úristenét. And City with the ball again. And space to attack. Összejönnek a dolgok azért nagyjából ezen a meccsen. Azaz! Végre foci volt, baszki! Végre valami olyan foci, ami kapura lövéssel fejeződik be. Végre! Végre! Szia, Kristóf! Megint. Ezt komolyan mondom. Ilyen sós ember. Corner kick played in and clearing his lines. Kristóf, nem érek rá válaszolni. Sandro Tonali. The ball was Hughes. Meg kell nyerni a meccset. Jesus Ferreira. Counter-attacking very much. Ó, illetve most taktikát váltottunk. El kell bukni a meccset a Newcastle ellen. Igen. Eddig így álltunk hozzá, úgyhogy és egész jól mentünk. Well, it's been all City in the last 15 minutes or so. They're creating plenty of chances and looking a constant threat. You feel they have to take the lead at some point. Oh, wait, Stuart, they might score. Well, I think in fairness, the keeper was expecting to be worked a bit more. I can't believe he didn't score there. Mind you, nor can he. Well, there is going to be stoppage time, but only the 1 minute. And that is going to be all for the first 45 then, here at the Etihad Stadium. 69-30-as labdabirtoklás volt? Az hogyan? Az hogyan? Kinek?
Rossz van író. Azt írta tényleg? Az igen. 69-30. Hát jó, ha pecseng, hát most mi van? Értik a dolgukat. So back underway, and an intriguing second half in prospect. Szép. Holland. That's a good looking. Így kell Holland, bazd meg, te szarházi. Te! Csak csúnya szavak jutottak eszembe, úgyhogy inkább csöndben maradok. Vezetünk. Hihetetlen. Jöttünk kikapni a Newcastle ellen, és a végén megnyerjük a meccset. Csíra Haaland. Megmutattuk neki, hogyan kell gólt lőni. Ez a beszéd. Az jó, Krisz. De jó. Na majd megnézem ezt a klipet, amit beraktál rosszul. How will they react to this setback? Cup Mainers. Rugni kellene még egy gólt, mert a Newcastle azért tudja rakosgatni a labdát rendesen. Don't forget we have more live action from the Premier League coming up here on EA TV. Meg kell szokni ismét az FC-t. Focit. Per Schürrs. És... Joe Gomez. Lesz ez. Aklimatizálódni kell. Gomez now. The ball with Schürrs. Jó estét, Dév. Jó estét mindenkinek? Hát nem tudom. Húha, ott biztos, hogy jó lehet az este. Aha. Joe Gomez. Parisi. Showing patience, looking for the equalizer. Ez az apukáim, ez. Who can he pick out? Jördurva. Vágja egyet alá, nem kell szarozni. Well, the attack carried an initial threat, but fizzled out. Ja, gyerek. Kukukú. Ő az, aki csalt az életkorával. Eltagadott 2-3 évet. Alex, thank you very much. Kicsit megforgatjuk a ruhagyurit. Well, this is the home of live football, EA TV, and we have more action coming up from the Premier League for you. It's Newcastle United versus Sunderland. Good looking sequence this. And they're moving the ball neatly enough. Hát de szar! A very effective clearance. Borzasztó megoldás volt. Atya úristen. Hát szégyellem magam nagyon. Moretti. Oh. Jól. Dave. Jól. Köszönöm szépen. Jól. Thank you. McAllister. Ferreira. Fabiano Parisi. Szia, Boti. Joe Gomez. It's with Cop Mainers. Well, he could really get at the opposition, but timely defending when it mattered. 20 minutes to go in this one. Can you please return to your vehicle? That's us. He could be onto something. Phil Foden. És kettőnünk. Gyönyörű! Gyönyörű! Yes!
take another look at this pass from Haaland. He has so much vision, and Fernandes does the rest. Yeah, Bruno, what a great finish that is. Jézusom. Jézusom. Etran, nagyon fájdalmas, amit művelsz. Komolyan mondom. Csak le kellett passzolni a mellette lévő társának. Amúgy meg áruló. Hát körülbelül, Dave, igen. Körülbelül. Fernandes. Hát gyereke, kapus van. Nem portás. Ennyi. Igen. Ó, minden nap orgiákon volt. Ú, bár azon lettem volna. Kurva élet. Igen. Jó lett volna. Szülőkkel mentünk orgiákra. Családdal, családi rendezvény volt. Családi hagyomány. And now back with the keeper. Balai. Gyönyörű labda kihozatal. Azt lehet mondani, hogy olyan Manchester City is. Hát a rohadt kurva eget, bazd meg. Is! Szakállóját bele. Ilyen idióták. Agy nélküli megmozdulások. Hát ez hihetetlen. Hát hogy nem látják előre, hogy mekkora szar fog történni. Nem látja előre. Nem látja előre. Nem is kész. Hát mit mondjak? Tragédia. And it's a goal for Wolves. He shot far post, the keeper parries it, but the rebound has been put in nicely. Now jumping in because this is a chance. Na? 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 Le van fagyva a chat megint. Hát igen, ezt vártam. Sejtettem, hogy ez lesz. Igen, ez azért van, mert taktikát váltottunk, így van. És ez öregem be van tekerve. Ez egy tekert labda. Más lista. 95-ös játékostól amúgy. Ez lenne az alap és elvárt kapus hiba. Igen, igen, igen. Ajjaj. Ez így már annyira nem vicces. Hát igen, igen. Ugye, ugye, ugye. Egy picikét, ha koncentrálunk, akkor mit tud? Az a baj, hogy azért eddig is koncentráltam. Csak sokat szövegeltem, de semmit nem számít. Egyszerűen iszonyatosan rosszak voltunk. Az egész csapatunk. And the danger cleared. Well, the electronic board showing three additional minutes. Húd le. Sandro Tonali. Gomez now. Rafinha. Newcastle a leggyengébb csapata a bajnokságunknak. Fú, irigy. De irigy vagy. Fáj, hogy Tonalit megvették, mi? Júj, de fáj! Júj, de fáj! Fáj, mi? Ugye? Ugye? Szia, Dávid! Köszönöm szépen! Szegény Tonali, pedig sokkal jobban áll nekik a szarkák meze. Sokkal-sokkal jobban áll neki. Kettő gólt rúgtunk, és 10-es értékelés. Azért kettő gólnál ezt nem nagyon szokta megadni, tehát itt toppon voltunk most ezen a meccsen. A City visszatért, nem kell oda kappa, Balázs. Nem kell, miért nem tudod most?
Megcsúsztál, vagy mi van? Meg. Tudni, hogy meg. Jó van, semmi baj, Balázs, jó van. Egy középszintű játékosért 80 milliót fizettek. 80 milliót fizettek, tényleg? Az nem létezik. Komolyan? Jobb Isten. És komolyan? De nem úgy, hogy 40 plusz 40 millió bónusz, hanem cakkon pak 80 kp-ba is, hogy tessék! Így? Hát ez mondjuk tényleg sok. Már aztán... Középszintű játékos, hagyjad már középszintű, persze. Azért mondott, hogy középszintű, mert elhagyta Milánt, ez ilyen egyértelmű. Hát ez nagyon-nagyon átlátszó. Ugye átlátszó. Míg ott volt, addig meg minden meccsen ilyenezték, minden meccs után írtad a csetre, hogy jó, Sandro Tonali, Istenem, te vagy az új Zédorf, Gattuso, Pirlo, Triumvirátus egybe. Aranylabdás játékos leszel, gyerünk Tonali. Ilyeneket írogattál. Emlékszem én rá. $70 million? Na ugye. Ugye milyen elfogult vagy? Igen, Balai megrettent, hogy fel kell adni a kapcsolatát Pep lányával. Hát igen, a szerelem az nem ismer határokat. És most a Spurs ellen megyünk, baszki. Ó, anyám. Szép lesz. A Spurs ellen. Hát a jobb hátvédünk mondjuk azért. Elég fájdalmas, hogy itt van. Szeretted, mert Milán szíve volt, de nem tartottad jó játékosnak? És ki jött a helyére, Rossoné? És senki. Ki menne a sülyeztőbe? Senki szerintem. Tíz játékos. Hát az hogyan? Ja igen, nem néztem meg a klipet, basszus. Vagyis... Tényleg annyit írt. Rosszon élő, ügyes ember vagy. Ügyes vagy. Ekkora bány. Asztal! Ez zseniális. Ez nagyon jó. Ismét találtunk egy bugot. De gondolom Ultimate-ben ez működik jól. Azért nincs a bitve ez. Aszki, de hajmeresztő labdák. Thanks, Derek. Well, often we talk about the tactics, the individual players that are missing, but so idióta barom vagyok. Which of these teams has the right attitude today is the big question. Well, here is the lineup for the hosts today. Well, it's a 4-3-3 formation with a hang on. Mi? De meg itt. Ez esküszöm, valamilyen bug van, bazd meg. Megnyomom, hogy lője kapura Holland, és megáll, megtorpan, mert ott elkezd gondolkodni. Hát mikor spameltem neki, hogy lője rá? Csak ott totyorog. Hihetetlen. Úristen. Hát... Háj, de idegesítő. Atya úristen. Atya úristen. Belehúztam öregem az ellenfél játékosába. És ugye mivel első 10 percnél vagyunk, ezért nincs védelmünk. Ahogy az ellenfélnél sem volt egyébként védelem. És nem tudtuk gólra váltani, mert ez a retardát norvég bazd meg csak áll, totyorog a labda körül. A életbe bele. So City get things going again, and the onus is on them to erase the damage done by that concession. Sergio Gomez.
Upamecano. Balai. Úristen, nyújtom. Szép. De kérem a labdát, itt vagyok melletted, kis barátom, miért nem adod ide? Indítani kellett volna őket. Ez most már tisztán látszódik. Nyilván túl optimista indítás. Egy beindulás. Castellanos. Well, that one has promise. Well, they've given him too much space. Hey, hey. Corner kick then for Spurs. Who can they pick out? And swept off the line. Balai. Well, he's featured on the back pages of quite a few newspapers in recent days, taking on his old club, and Stuart, different players react to that in different ways. Well, Derek, I always found it difficult playing against my old clubs, especially Arsenal. Hát vaz! Úristen, nagyon lejmentés. Hopefully not. And Manchester City moving the ball with purpose. És behált rá Bruno Fernandes, amikor mondom, hogy... Hát, ez... Olyan jó helyezkedett. Be akartam pöccinteni a védelem mögé. Simán volt ott terület, ahol be tudott volna futni, de olyan hülye. Miért lép vissza? Azaz. Adta magát a helyzet. Azaz kollega, gyerünk. Egy jó jobb szélső kellene nekünk amúgy még. It's a goal from Palace. The score's level again now at 1-1 with 26 minutes played. Thanks as always to Alex Scott. This could level it. It was on its way in. No. Well, not many would debate the point that Erling Haaland is a joy. Istenem. But what should we expect from him today, Stuart? Well, that's a very impressive return, isn't it? He's been excellent, and it's not just been his goals. His all-round play has looked really bright this season. Neves. He cuts it back, thwarting him. And a big moment, a goal for Tottenham Hotspur. And they are going to be difficult to stop now. Mi van? Well, let's take another look, and it's not good enough defensively. They're slow to react, don't get tight enough, and don't. De ez megint mi volt már? Jézusom, Atya úristen, bazd meg. Mi ez? Mi ez? Atya úristen! És becsorog. Nem, hogy valaki legalább megmenti, nem. Becsorog. Épp hogy, de gól. 2-0-at áteremnek. Az a szerencsé, hogy ilyen szar az eredményjelző, és alig látszódik. És átveszi, nem lövi rá. Nyomom, hogy lője rá a kapura. Nem. Nem, ő fut tovább. De jó. Ajjaj. And still they wait for the chance. Sergio Gomez. Balai.
Good distribution. And quick. Jézusom! Fernandes, atyavilág. Araujo. Atyavilág. De jó ég. Jó. Hát ott hatalmas problémák vannak, de ilyenkor esküszöm nem értem, mi van a többiekkel, de tényleg. Bezzek, ha most én lennék a Tatenemmel, hát ezek hogy játszanának? Jó, van legalább volt kapura lövés, fiúk, nem baj. Nem, az utolsó szezonunk, utolsó, többet nem tolunk már bele. Mert ha itt sem sikerül elérni valami komolyabb eredményt, akkor az már. És végre bejön. Istenem, csodálatosan szép. Nagyon szép. Nincs értelme tényleg, mert túlságosan ilyen megmagyarázhatatlan dolgok történnek, és ezek egy idő után már ilyen azt érzed, hogy azok, de akármit csinálsz, nem nyersz, nem nyerhetsz, de nem már. Ez, hogy az első 10 percben például ilyen könnyedén rúgnak az ellenfelek gólt, ha nem rúgjuk föl őket a csába. Hát azért az idő után már, meg a második játékrész legelején ugyanez van. Meg ezek a baromkodások, hogy lepasszolom zicserbe, és akkor támadó az sokkot kap, mint hogyha egy 50-es játékos lenne konkrétan. És ilyenkor, tehát ilyen ne legyen már. Értem én, hogy rossz forma, meg mit tudom én, rossz kedve van, mert volt egy coming out-ot, azt nem jött be neki, vagy mit tudom én, valami ilyesmi. So the ball rolling in the second half, Spurs with the advantage, but no room for complacency. Szia Ádám, köszi. Világ legjobb csapata a miénk, ez itt a lényeg. Ezt szem előtt kell tartani. Na most nézd meg. Második játékrész elején mindig ez, hogyha az ellenfél támad. Mindig. Ez nem belebeszélés, ez konstans ez van. Alex with the info as ever. City have the ball again. Well, the speculation has been out there for a while, and if the rumors are true, Newcastle could be about to add to their playing squad. Well, if the papers are right, the figure being bandied about is around £40 million, which although is a lot of money, I think it's a fair offer. Just the case of whether Real Madrid think that's enough. Tettő. De miért történik meg ez állandóan, hogy az ellenfél védőjér lerohanja? Aj, bazd meg. Nem lehet oda tenni azt a rohadt labdát normálisan. Az ellenfél játékos, ha tud futni a labdáját, a miénk meg sose fut. Miért nem tesz valami megelőző intézkedés? Mondjuk most tett Foden. Ennél sokkal jobban kellene. Még ez iszonyatosan ritka volt, amit ő most csinált itt. Na. Ez az. Hát most... Holland, helyezkedjél jobban a kipattanóhoz, basszus. Ez van. Istenek, ódd meg! Hát nehogy már... Now the attack fizzled out. That is how to apply the pressure. Tomori. Bruno Fernandes has it. Well, I'm hearing a goal has gone in the Palace match. Alex Scott will tell us all about it.
for Crystal Palace. They're now behind by one with 66 minutes played. Alex, thank you very much. Oh, that hold on! Nicely blocked. Azaz, ez az. Pörgessük. Well, in possession from Spurs. Balai. Rohadt életbe. Bruno Fernandes has it. Kicsi a terület. Upamecano. Just 20 minutes remaining now. Sloppy in possession from City. Morais. Mi történt Zsepol? Castellanos. Good ball to switch the play. Well, Spurs now in potentially a dangerous position. The supporters want to see him have a go. And a goal this is for Tottenham Hotspur. Well on course for victory here. Well, here it is again. He hits this so sweetly, doesn't he? That's a brilliant goal from a top-class player. So the ball is moving again. We've been treated to four goals. 3-1 the score. Sergio Gomez. Hogy a szarba tudták ennyire elcseszteni ezt az eredményjelzőt is, bazd meg. Pofám leszakadt, bazd meg. Hihetetlen. Hihetetlen. Hát nem lehet látni, mennyi az eredmény, bazd meg. Ez mennyire gagyi. Azt a rohadt életbe. A szép zsepol. Haaland. Gomez now. Well, he's certainly not alone. Can they open things up? Fernandes. Oh, did so well to deny. Ez az, nem baj, szép. And a change for Spurs at this juncture. Number 23, Ruben Neves. To be replaced by number 8. He's driven in the corner. And there it is. Holland. Ezt a rohadt életbe. Hát ez hihetetlen. A gyerek így leereszkedett, lehajtotta a kis fejét. Jézusom. Ez mi a fene? Ilyen gól. 5 minutes remaining and one thing is certain, no one is leaving because it's still close. And a tidy tackle. Time is against Manchester City, but still they could hit back. How about the cross? Bruno Fernandes. Now with Brandt. Just cutting off the supply. Brandt. On to Haaland. Well, unable to hold his run, and that's all. Lesre adja, bazd meg. Bezzeg, ilyenkor megy a passz. Mikor lesen áll a társ. Well, that looked to be a good goal, but ja, így nem jutottak ki az EB-re a norvégok. Mi? Mi a bánat volt itt lesen? A tyúk szeme? Az igen. So 2 minutes of stoppage time here. Jó van. Ezt is tudjuk. Advantage Spurs. Morais. Ez
De megnyomom, hogy rohanja, támadja az ellenfelet, és azzal ártok be az meg a legjobban. De megnyomom, hogy roham, és akkor hátrál be. Baszki, érti, baszki. Hihetetlen, és kurvára kikaptunk. Döbbenetesen durva. Le vagyunk alázva. Pedig milyen szépen betekerte Holland. És a Salzburg ellen megyünk. Ez egy rendkívül fontos meccs. Még nincs semmi vesz, még 4 mérkőzésünk lesz itt a BL-ben. Ebben a csoportban, úgyhogy... ...ket hozni lehet. Jó a felállás. Ez az éjjel. Gyerekek, ne gatyázzunk. Toljuk. Hajrá. Az átkod utolért. A cégyed magad akkor szupra. Gratulálok. Na gyerünk! Mossuk le őket! Mossuk le őket a pályáról. Hát a Salzburg ellen szerintem még egyszer se játszottunk ebbe a karrierbe, úgyhogy hát nagyon kíváncsi vagyok. A lényeg az, hogy az első 10 percet azért nem bukjuk el nagyon. Ez kulcsfontosságú. Inkább menjünk itt a biztosabb dolgokra. Passz, passz, passz és társai. Ja, értem. Aha, nem csúszik oda. Jó. Semmi gond nincs. Well, it's a 4-4-2 with a midfield diamond and key to this shape will be the players either side of that diamond. When in possession, they'll go wider to give the team width. Hát kár, hogy amúgy ez a Bruno Fernandes már nem az a Bruno Fernandes, aki a hihetetlen. Mit csináltak ott a védők? Úrég. Nem normálisak. Well, with an attacking midfield player playing off the front two and a holding midfield player sitting in front of the center backs, it looks like they're going to use a diamond in this 4-4-2, which means they need to play through that central area. És nem volt kéz. Ez nem igaz már, hogy nincsen kéz. Sosincs kéz. Soha. Tudjátok, milyen régen rúgtam büntetőt? Vagy a csapatom kezelésből kifut. Hát ez... mi már ez? Ne haragudjál, hát ez mégis hogy? Na most ez hogy védekezed le, baszki? Hát csak kell valahogy próbálkozni elől. Végig sprintelte a srác az egész pályát és kész, bam. Berúgja, és egy. Anyám, nem hiszem el. Zseni, zseni. Jó. So the action continues and City looking to offer a swift response to that setback. Johnson. And unable to keep possession. Oké, kollega. Megbeszéltük. Lehet, hogy edzőbuktatás van. Pedig kettő gólos hátránynál izgalmasabb lett volna a meccs. És lefutnak. Jó. Holland. Holland, azt a... Ja, értem. Jó. Nem tudom, mit kellett volna csinálnom. Can someone get on the end of this? Nem jut össze. Kár. Hát, az se jött össze. Meg az se. Az még mondjuk jó lehet. Így bizony. Tökéletes. Szöglet a meta. E
Ez most nagyon jó. És mellé! Pedig ez jó szöglet volt. Holland volt a gyenge. Most, ja. Ez jó volt. Kacok, ha ezt a meccset se nyerjük, akkor a csoportkör. A Bajnokok Ligája az óriási veszélybe került. Az meg. Ki akarunk ugratni. De miért? Akkor folyamatosan nem jó. Látható volt. Miért nem veszem észre időbe? Csak szép nyugodtan előttünk az egész mérkőzés. Ide add már le, te trók! Hát ez nem igaz. Fedezi a labdát a srác, és végül nem tudja ide tenni, ide adni. Jürgen Strand Larsen. Well, failure to keep the ball by Salzburg. City move it forward with purpose. It needs an accurate cross. Can they find a gap in the defense? And Gomez giving it a try. Terrific block there. Haaland tremendously strong in the tackle. Nem baj, próbálkozzunk. Valahogy nagyon nem érzem ezeket a helyzeteket, pedig itt kellene valami okosat összetigitokázni. Főpasszolni Hollandra, visszakapni, rárugni, stb. Talán. Ezzel ő be tud fordulni. Mi a fele? Majdnem gólt kaptunk. Showing good defensive judgment. Score. Almost at half time, and Manchester City facing a deficit. Stuart, interested to get your take as regards their first half performance. Well, they've not had quite enough purpose to their attacking play so far. It's all been a bit too predictable. But in the second half, if they can get more support to their strikers and play with greater intensity, they can certainly turn this around. Terzic. Ajaj. Ó, szép. Kicsoda lefület abba. Ismét. Balai. Martinez. Oh, nice ball. Just cutting off the supply. Mikor lesz olyan, hogy Haaland nyer ilyen helyzetnél? Terzic. Soha. And the fourth official confirming that we'll have one additional minute. Nem árultam el óriási titkot. Ott még jó lett volna egy labdát szerezni itt a fél idő előtt. Hogy nem tudna vele fordulni Eltran? 94-es. 94-es srác. Hát nehogy már ne tudjon fordulni. Egy vadállatos srác. Nem kérünk tőle őrületesen durva dolgokat szerintem. Egyszer se kértünk egy ilyen fodenes lefordulást tőle. Legalábbis szerintem. Senkit nem tud lefutni. Jó. Egyelőre nem sok pozitívumot látok a játékunkban, az a helyzet. És mindenféle arcoskodás nélkül.
ha nézzük a mutatott játékot, borzasztóan pocsék. Egy átjáróház vagyunk. Hát ez hagyja, tipikus, erőpofáztam, erőpofázok. Második játékrész, ha ez történik, ha az ellenfél támad. Jó büdös kurva anyját azt. Nevetséges, bazd meg. Tök mindegy ki az ellenfél. Berúgják, bazd meg. 70-80 százalékos esélye berúgják ezt. Sergio Gomez. Balai. Bruno Fernandes has it. And nicely over the top. Spot on with that tackle. Now can they hit them on the counter? Nem nyomom, nem nyomok le támadást. Nem nyomok. De nem jó. Egy rakás szar. Néha jó, néha nem. Többnyire nem jó. Rájuk kell hagyni a védekezést. Egyszerűen. Plenty of forward momentum here, but can they produce? Bruno Fernandes has it. An important interception. Oh, good vision. Hát igen, Leverkusennél az nem működött nagyon, nem. Might be dangerous. Oh, great defending. And so 30 minutes left for play in this one. Adley, nicely timed tackle. Johnson, Arnau Martinez, Brennan Johnson, Martinez. Don't forget we have more live action from the Premier League coming up here on EA TV. It's Manchester City facing Nottingham Forest. Chance to play it in. Corner for Manchester City. They will now make use of their substitutes bench. Persze, így van. Tehát ahogy elmegy a játékos társad a helyéről, egyből bepasszolja oda az ellenfél. Egyből. Van. Can he deliver it with accuracy? Not the best clearance. A tremendous block. Jacob. Already closing him down here. And possession lost by Salzburg. Foden. And space to cross it. Haaland. Well read to ease the pressure. Takes it on. And it's come off the keeper. And it's still on. And that, a piece of goalkeeping, you're going to see again and again and again. Hát se világ. And they will make the change. Megint beáll ez a barom. És akárhova nézek a pályán, mindenhol az ő fejét látom, ezt az idióta nagy fejét. Who can he pick out? Opportunity in the air. És ti fejelek? Hát ez zseniális. Oké. Okay. És ha eljövök, akkor meg egy... Nem jó, nem jó. Kis szögletet se nagyon tudok csinálni. De mire nyomom, hogy passzolja ide, nem, nem jó. Azt is próbáltam már, hogy kis szöglet legyen. Mi? Hát ez... És mi volt? Hát nyomtam, hogy passz. Úristen. Wilting under the pressure, and now they try to go forward, keeping possession of the ball with authority. Mi volt? That is a very fine challenge in difficult circumstances. Ilyen nincs. Brandt. Wonderfully weighted pass.
tremendously strong in the tackle. Can they? Valaki elárulná, hogy mit nyomjak, hogy működjön az a szájba vert kapura lövés? Nyomom, hogy rúgja rá, látszódik is szerintem, nem? Hát ez hihetetlen. Nyomom a paszt, és nyomom, hogy lője rá. Mi ebbe az hűde extra dolog? Figyeljetek, most megfogadom, hogy jövőbe nem lövetem rá. Nem fogom nyomni a lövés gombot, de... Ki kellett volna bombázni. Well, not far away from full time now, and Manchester City, we know, can play an awful lot better than this. Well, they've been second best, that's for sure, and the main problem has been in midfield, where they've been overrun at times. They just haven't been able to get enough possession. It's not been a good performance today. You don't want to give the ball away there. And a very good challenge. Might be a chance to break. Aj, már elmész a picsába! Nem bírok kiugratni senkit. Foden. Haaland. Can he get one back? Nemes. Well, unable to bend his run offside. Hát örülök neki, Máté. Hát az a baj, most én sem tudom ezt jó kezelni amúgy ezt a helyzetet, ezt a kialakult helyzetet. Az a helyzet, hogy ez most már így nekem se vicces. Ez már frusztráló. Próbálom megfejteni, próbálom fölvenni a ritmust, ez egyfajta akklimatizálódás is kell, sajnos. Ezt nem oda szerettem, oda nem hullának, baszki. Balai. 800 évet vár az regem a lábpöckült labdával. Hát, jó mindegy, ezek már ilyen elkeseredés. Elkeseredett próbálkozások voltak. Most nagyon megérint ez a játék engem, basszus. Nagyon-nagyon megérint. Ennyire még talán soha nem érintett meg. Mióta megjelent. Borzasztó. Kurva életben. Ez kőkemény. Ez kőkemény. Úristen. Úristen. Nem védekezik a csapat. Nem támad a csapat. Nem... Te... Haaland... Csak áll egy helybe. Mikor megkapja a labdát. Ez borzasztó. Hát ez hogyan? Ne bohockodjunk. És valószínű, hogy... Most ment el az egész Bajnokok Ligájás menetelés. Hát nyilván nem biztos ez még, mert azért még három forduló vissza van, bármi történhet. Meg kell adni az esélyt. Hát következő három meccset nyerni kell. 9 gólt kaptunk. Hihetetlen. Azért visel meg a játék, mert őrületes dolgok történnek. Röviden tömören. És ez a 7. szezonunk. A 7. És azért jöttünk ide ez a csapathoz, a világ legjobb csapatához. Hogy megnyerjünk mindent. És...
a mutatott játék borzasztóan aggasztó. Általában az szokott történni, hogy az adások első, amikor egész nap FC 24 maraton van, akkor az első 4-5 óra arról szól, hogy ilyen 50-50, talán ilyen 60-40 arányban nyerjük a meccseket. És utána meg esetek nagy részében szinte minden meccset nyerünk. Az adás hátra, tehát az első 4-5 óra után. Úgyhogy... nincsenek könnyen megjátszható csapat. Nem tudom, nem látom át egyszerűen azt, hogy hogyan kellene focizni. Az ellenfelek folyamatosan jól védekeznek. Úgy helyezkedünk, meg helyezkednek az ellenfelek, hogy egyszerűen mindig kialakul egyfajta padhelyzet az ellenfél kapuja előtt. És ötlettelenné válok, teljesen. És játékos karrierben ezt szerintem iszonyatosan nehéz megoldani. Őrületesen nehéz. Én is örülök, Etra. Jó éjszakát neked, jó pianist. Innen még a Konfetti Liga elérhető lesz? Igen. Igen. Nem adjuk föl. A végére fogunk járni a dolgoknak. Holnap fogjuk innen folytatni majd a menetelésünket. Szerintem menjünk pihenni. Még úgy nagyjából ennyit szerettem volna. Most már érzem is, hogy rendesen fáradt vagyok. Ami nagyon-nagyon ritka, mert általában nem szoktam érezni, mikor ennek a streamek, nem szoktam érezni, hogy fáradt vagyok, de most már érzem, hogy fáradt vagyok. És ez furcsa. De mindegy, ma utaztam úgyis sokat, úgyhogy ez ilyenkor nem meglepő. Hú, ez egy őrült nap volt, amúgy meg, szerintem. Remélem, hogy mindenki azért örül. Sajnálom azért, hogy ilyen kelekula végszó lesz, ami így a játékélményt illeti. De nem adjuk főskacok, hát most figyeljetek, vereségek vannak. Ezek, hát most... rengeteg mindenen keresztül mentünk. Amikor vereségek vannak, meg rosszul teljesítünk, akkor dráma van. Akkor nem lehet itt, mit tudom én, milyen nagy ünnepségeket rendezni, meg füligérő mosolyal ezt közölni. Azért egy-két vereség még belefér, azt mondom. Persze, nincs ez a gond, de amikor... hát ez most rendesen gödörbe vagyunk. Rendesen gödörbe vagyunk, úgyhogy hatalmas nagy gáz van. Na most kacok, ami a gyermekétkeztetési alapítványos gyűjtést illeti, nagyon szépen köszi mindenkinek, aki hozzájárult a gyűjtéshez. Ez egy hatalmas gesztus tőletek. Én örülök, hogy ezt meg tudtuk így ejteni. A következő egy hétben biztos, hogy még hallani fogtok e felől a csatornán, hogy mi van, mi lesz, meg majd a végéről is lehet hallani. Ez elég szép összeg már idáig összegyűlt. Több mint 2,5 millió forint, ami egy kimondva egy hihetetlen összeg. Aztán ki tudja, hogy most már hol vagyunk. Őrületesen nagy tapsjar mindenkinek, az egész csapatnak, akik ebben részt vesznek. Úgyhogy ez egy óriási dolog. Örülök, hogy ebbe partnerek vagytok, én azt vettem észre, hát legalábbis remélem jól tettem észre egy a reakciótokon, hogy nincs ezzel gond, hogy van ilyen jótékonykodásra való buzdítás, lelkesedés, felhívás, talán jó szavakat használok. Úgyhogy örülök tényleg, hogy ezt meg tudtuk csinálni, meg tudjuk is csinálni, meg mi egymás, ez nagyon jó, tényleg, nagyon örülök, ennek még azért sokat kell ülepednie bennem. Nyilván nem 2 napja tudom, hogy ez lesz, meg erre lesz lehetőség, de így, hogy ez most már megtörtént, elvesztettem a szüzességem, így azért most már lesz minek ülepednie. Csak kíváncsi leszek, hogy majd ilyen konzekvenciát tudok ebből levonni, tanulságot. Úgyhogy aki nem járult hozzá, vagy mit, tehát ez nem kötelező dolog, ezt muszáj elmondanom. Meg most valaki hozzájárult, tök jó, ha nem, az is tök jó, semmi gond nincs. Ez csak egy ilyen, lehetőség, vagy valami ilyesmi, úgyhogy na,
nem is szeretnék erről többet beszélni. Másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy holnap 12 óra 8 percre jövök, és ami a csövön kifér, tolni fogjuk az FC24-et, és hát vannak tervek azért a játékkal. Most attól függetlenül, hogy gödörbe vagyunk olykor meg idegesítő, a csapatkarriert még ki se próbáltuk konkrétan ebben a játékba. Azt azért mindenféleképpen ki fogjuk majd próbálni, és hát nem véletlen az, hogy az utolsó szezon. Úgy gondolom, hogy a végtelenségi kár lenne nyújtani ezt a játékos karrieres próbálkozásainkat. Hát ha mi nem megy, azt ne nagyon erőltessük. Most annak se lenne túl sok értelme, hogyha visszavennénk a nehézségi szintet. Meglátjuk majd, mik lesznek még. Jó dolgok lesznek, legalábbis erre törekszem. Úgyhogy nagyon köszönöm így mostanra mindenkinek a figyelmét. Miért ne? Ja! Jó, értelek, fasírozott, értelek. Igen. Igen, valóban. Igen, sose lehet tudni, hogy mikor mennyire sikkaszt a párt. Így van. Na, jó éjszakát nektek, skaszok, örülök, hogy ismét így volt élőadás, örülök, hogy mindenki itt volt. Remélem, akik most nem tudtak itt lenni, azok a jövőbe se... Szóval, hogy remélhetőleg majd velük is találkozom a jövőbe, következő napokba. Örültem nagyon, remélhetőleg a jövőben nem fogok lebetegedni, mint ahogy most is, hogy volt ezen a héten. Holnap új hét, új célok, új remény, országos hétfő. Vigyázzon mindenki. Örültem, srácok. Nem szaporítom tovább a szót. Köszönöm nektek a megtisztelő figyelmeteket, köszönöm a követéseket, a rengeteg támogatást. Nagyon jó estét nektek, és érezzétek jó magatokat. Szervusztok, holnap találkozunk 12 óra 8 perctől. Pa, pa. Hello.